Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a morning show. Köszönjük, Zsilla, hogy beadtad a mikrofont. Jó reggelt, szevasztok, jó drága reggelt, hallgatók. Sziasztok. 3 percen vagyunk, negyed hét előtt. Gyönyörű hétfő van. János és Ferenc a fedélzeten. Hát a Jani olyan nyugalommal sétált be az utolsó egy másodpercben, mert ilyenkor, amikor nincs a Balázs, ugye szabadságom van, majd csütörtökön jön, ilyenkor mindig az van, hogy azért egy kicsit jobban izgul az ember, hogy egyedül marad. Mert nem hárman vagyunk, ketten, akkor ha már az egyik késik, akkor a másik itt ül egyedül. Öreg ember nem gyorsulhat, hogy ezt a seregben mondtuk annak idején. Igaz. 19 évesen. Igen. Jó, de akkor már ben voltatok hónapok óta, hát, akkor már nem voltál frissen, mert... Akkor már volt egy elég komoly kiképzés mögöttünk. Na, szóval, hogy így üldögélsz egyedül, itt szétnézel, zsűrre nézek, aki ilyenkor még nyilvánvalóan alszik. Aki szintén egyébként kerüli veled a szemkontaktus, tehát, hogy nehogy véletlenül beszélgetni kelljen, és ő is inkább koncentrál gomboknak a megnyomásán, amiknek a feléről nem tudja, hogy mire szolgálnak. De most már megtanulja, most már nézelődik, nem reggel pánikban volt, nem voltak meg a hallgatóink, mert Zsül, azt eláruljuk nektek, hallgatók, annyira cuki, hogy minden adás után összeszedi a mi felhallgatóinkat, elteszi, és minden adásot idehozza, nehogy más hozzáférhessen a Szentfű hármas hallgatójához. Már visznek mindent, ami mozdítható. Ez is benne volt szerintem egy kicsit Zsül legalábbis. Még egy picit odébb van, de nem sokkal. Megjön az is, ne félj. És azt hittük, hogy valaki elcsaklista a füleseket, vagy átvitték a szomszéd rádióba, ha ott baj van, érted? Túl sok vendég jött oda egyszerre, akkor oda kellett vinni, és nem volt meg, és a Zsül ideges volt ma reggel. Ez azt jelenti, hogy mondjuk 62-vel vert a szívvel. Igen, neki úgynevezett sportszíve van. Tehát neki viszonylag alacsony a pulzusszáma is, nagyon viszonylag alacsonyak az ilyen értékei is, de nem baj. Egyébként hihetetlen teljesítményre lennék képes, Zsül, ha egyszer valamit csinálnál így azért. Már úgy értem. Már nem úgy. Hanem csak itt ültökélnél, aztán fogyasztanád a drága oxigént. Sportban. Szerintem tényleg jó lenne. Igen. Az ilyen, hogyha állóképességi sport, akkor szerintem hatalmas tehetsége lenne a Zsülnek, mert egyszerűen kibillethetetlen lenne. Egy bizonyos pulzusszában. Úgy tartaná ezeket az értékeket, 70-ig mondjuk fölmenne egy olimpián. Körülbelül 70-ig fölmenne. Na, a lényeg, hogy itt vagyunk, meg vagyunk. Gyönyörű hétvége volt legalábbis nekem. Tegnapra mind a két gyerek lázas lett, úgyhogy hát, ma nincs iskola. Isten hozott a csapatban. A igen. Lehet, hogy te adtad át nekem, tehát hogy mi megúsztuk, ugye te Virágtól elkaptad otthon, pénteken bejöttél, átadtad nekem, én meg a két gyereknek, de csak a gyerekekkel látszik. Nem tudom, értem. Ja, mert hogy ez egy gyerekvírus. Igen. Tehát, hogy egy gyerekvírus, csak a gyerekek lesznek tőle betegek, a felnőttek nem, mert én nem lettem beteg. És a kedves nejem se lett beteg, így csak van. A gyerek volt szerencsétlen otthon egy héten keresztül, most ő ezen a héten már mehet. Hála, hát csak azért örülök nyilván, mert hogy egészségesebb lett megint a gyerek, és úgy végre nem beteg, meg persze. Ha igen, jó, most már kezdünk zívni, most már kezdünk őszülni mind a ketten elég erőteljesen. Most már én is festettem a hajam ezután a hét után, úgyhogy örülünk neki egy picit, hogy a gyerek végre iskolába megy, de nem hiszem. Na mindegy, a lényeg az, hogy mind a kettő otthon lázasan, ez lett a vasárnap. De legalább jó idő volt kint, amit bentről néztek a lakásban. Így van, a szombat jó volt, tehát szombaton még jó idő volt, akkor csak Soma volt a beteg, tehát ennél nyilvánvaló így nem mész sehova, hogy az egyikkel mész, a másik meg közben otthon van, tehát otthon maradtunk, kintről néztük, de tegnap már nem volt olyan nagyon jó idő. Viszont szombaton este megtörtént a második pitypang bál az életünkbe. Azért várjál, azért fogsz röhögni, mert pontosan egy évvel ezelőtt ugyanígy ültünk itt ketten, ezt azért tudom, mert az anyukák és az óvónénik az óvoda honlapjára föltették azt az adást, ami tegnap volt, hogy pont ugyanígy, vagy ami egy évvel ezelőtt volt, pont ugyanígy ültünk ketten, és akkor ugyanezt mondtad, hogy pitypang bál, hagyjál már, hülye nem vagy. Azóta se épült be. Ez egy nagyszerű kezdeményezés volt, tavaly kezdtük el a pitypang óvoda, kérlek szépen, óvoda. Ja, így, azt hittem, hogy a kutyatejbál másik elnevezés, a pitypang óvoda, na. Pitypang óvoda bálja, és akkor is mondtam neked, hogy milyen nagyszerű fellépésen vagyunk túl, mert kis Endi, a Hooligans együttes dobosa beszervezett bennünket, hát ugyanez volt megint, döbbent arcú szülőkkel vettük körül magunkat, mert ugye Endi a szokott vehemenciával dobolt, ahogy rockernek dobolnia kell, úgyhogy szétvertük a művelődési központot, de megint nagyon jó buli volt. Mi volt a
hogy szokták mondani, a set list. Fellépünk? A set list. Mi volt a set list? Gondolom voltak rajta. Hogy hívják? Hooligans. Okay. Igen. Ajaj, játszottunk egy Hooligans. Azt mondta, hogy néhány Ramon szám, vagy á, nem, ennyire nem. Azért a szórakoztatóiparban dolgozunk mindannyian, tehát tudjuk, hogy nem lehet nagyon keményeket adni. Exploited a fucking the USA, vagy... Nem játszottunk ilyeneket. Viszont arra emlékszik mindenki, hogy éjfélig tartott a bál, és hajnali 3-4-1-kor még többen a biztonsági személyzet lábát átfogva próbálták maradásra. Biztonsági személyzet, az ki volt? Karcsi bácsi, Lajos bácsi, és Józsi bácsi, akik egyébként a autószerelő, a másik festő, a harmadik meg egy, hogy hívják? Nem, ők kérlek szépen a művelődési központ dolgozói, akik mondták, hogy... Ilyenkor szülők vállalják a biztonsági őröknek a szerepét, és meg marikolják. Várj, hogy a többi szülőt megfékezzék? Vagy nem, azt nem kell, de volt néhány vehemens szülő, aki 3-4-1-kor még mondta, hogy szerintünk még tart a bál, és hogy mi marad meg. Még pogóznak bent. És még, hogy pogóznak bent a zenekarra, de az volt, hogy mondták, hogy éjfélig van engedély, tehát azonnal húzzon innen mindenki, mert ők már egyébként nagyon rendesek, és tényleg azok voltak, innen köszönjük meg azt a plusz 3-4 órát, ami tartott. Olyan jó, de tényleg és jó. Volt, mi volt a catering? Nagy klasszik volt? Tehát ugye a szülők összejöttek, és akkor elkezdtek kenni szendókat, mondjuk egy 3 órával a rendezvény előtt. De nekem ez szimpatikus, tehát hogy nekem ez narhára tetszett, ez annak idején is nagyon tetszett, meg általában azok az iskolai, meg óvodai rendezvények tökre tetszenek, a szülőkben menünk, azt elkezdik szelni a fél barnát, és akkor hogy hívják, vagy csemegő borkás, igen, Párizs is esetleg sajtos. Nem, egyel ezen már túlléptünk, úgyhogy rendes catering volt, tehát szendvicsek és saláták. Nemes célügyében gyűjtés volt. Igen. Pontosan. Na. Ugye az van, hogy tombola van ilyenkor, szülők ajánlhatnak fel dolgokat, azokat eltombolázzuk, plusz van belépő díj, tehát ebből a kis alapítványunkat, az ebből, már nem az enyém, hanem ugye az óvodái, az ebből üzemel, és ebből tudnak a gyerekek kirándulni, menni, ebből lehet mondjuk kifesteni az egyik izét, termet, tehát hogy tényleg jó dolgokra megy, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy pont kétszer annyian voltak, mint tavaly. Érted? Tehát ez egy dübörgő kezdeményezés. Alulról jövő kezdeményezés, de dübörgő. Az nagyon úgy jó. Tök jó. Az ez nagyon jó. Akkor a vezetőben ennek a kocsijára az új téli gumikat, vagy nyáriakat is. Nem lehet, hogy egy Gyöngyi néni, egy szentasszony, ő nem ilyen. Tudom, fúj, én csak én vagyok rossz. Az te az vagy tényleg, nem, ők tényleg mindannyian nagyon rendesek. Úgyhogy nekem ez volt ez a szakmacsúcspontja. Hát mi most a hétvégén nem nagyon tudtunk megint még sehol menni, már marhára várom, hogy tényleg ki tudjunk menni valahol, mert ugye gyereknek még szükség volt egy kis utókezelésre a torka, miatt nem akartam, hogy visszaessen. Úgyhogy csak egy dolgot csináltunk, elmentünk egy szabaduló szobába, vagy egy ilyen kis játékot végig. Figyeljetek, én soha életemben nem voltam még. Anna már mesélt róluk, meg úgy nyilván olvasgattam innen-onnan, meg volt is nálunk egy fiatalember, aki annak idején ezt Magyarországon meghonosította, ezt a sztorit. Tehát, ha valaki esetleg nem tudná, miről van szó, akkor vannak mindenféle ilyen kis missionek, és bezárnak téged egy szobába, vagy több szobába a kis családtagjaiddal, meg a barátaiddal, és onnan, abból a szobából, vagy szobából ki kell jutnod különböző ilyen rejtvények megfejtésével. És hát mindenféle ilyen helyszínek vannak, egyébként az egész város tele van már ilyenekkel, meg mondjuk így az országban is elég sok helye van, és tök színvonalosak, hogy így olvasgatom. Meg ahogy meg ki fogom próbálni, mert annyira tetszett ez, hogy biztos, hogy a többibe is elmegyek, de a mi környékünkön van egy olyan kicsit speciálisabb formája ennek, mert hogy egy régi légoltalmi bunkerban de rendeztek be. Egy, már önmagában a hely is olyan. Egy nagyon, figyelj, nagyon jó. Ugyanúgy néz ki egyébként ez a légoltalmi bunker, mint ami itt van a közülünkben, ez egy hatalmas ilyen légókocka, amit azért találtak ki annak idején, még a háború előtt, a cseppenművek is tele van ilyenekkel, meg nagyon sok van egyébként mindenfelé a városban, meg az országban. Azért van belőlük sok, mert egyszerűen elbonthatatlanok, mert ilyen több száz millió lenne ezeknek a lebontása, meg elhordása. Meg nem is kell, mondjuk, szépnek nem szépek, viszont arra találták ki őket, hogyha mondjuk így a tetejükre rápotjon egy ilyen 500 kg-os ilyen rombolóbomba, azt is kibírják. Tehát, hogy ezek ilyen 3 méteres falak, tehát ez egész be van rendezve úgy, ahogy annak idején be volt rendezve, és maga a sztori is olyan, hogy bemész egy szobába, hárman voltunk, ugye, Virág Móni és én, bemész egy szobába, és a sztori a hidegháború idején játszódik, és van egy kémikus professzor, egy felfedező, aki egy tömegpusztító fegyvert fejleszt, és megőrül. Hát óriási. És ezt meghallgatod a sztorit, hogy elolvasod, hogy ez a történet? Elolvasod, kapsz előtte egy e-mailt, amiben megkapod a sztorit, hogy nagyjából benne vannak olyan itinerek, amiket később a játék során fel is használhatsz, és utána pedig bemész, és a legzseniálisabb a dologban, hogy nem találkozol egyetlen élő emberrel sem egészen a játék végéig, mert már magával az épületbe is egy kódnak a segítségével juthatsz be.
és miután nagy. Becsukodott mögötted az ajtó, ezek nem a klasszik. De hát egy pici van benne, egy pici van benne, főleg úgy, hogy mindenféle szirénák jelzik az időnek a múlását, stb. Van egy számláló falon, ami abban a pillanatban, hogy becsukodik az ajtó utánad, légmentesen, hermetikusan ezzel a külvilágtól, hogy nem tudsz sem erre menni. Akkor elindul szépen ez a számláló, és akkor onnantól kezdve van egy órát, hogy kijussál a két helyiségből, miután megfejtetted a különböző kis feladványokat, megtaláltad a különböző tárgyakat, stb. Egyik gondolom a másikra épül. Annyira jó volt. Az én lányom, hát nem tudom, nem azt mondom, hogy a korának megfelelően, hanem inkább annak megfelelően, hogy vadon gyerek, meglehetősen cinikus és távolság tartó a dolgok kapcsolatban. Egy ideig, persze, igen. Tehát, hogy ő már azt mondta, hogy nyomjuk meg a vízgombot, azt húzunk haza. Tehát, hogy de 10 perc után ő is annyira ráfűzött a dologra, hogy nyüzsögtünk, zsizsegtünk, kerestünk, mindent fogdostunk, tekergettünk, állítgattunk, stb. Nem, marhára nem. Egy óra alatt nem tudsz kijönni. Nem jutottunk ki, képzeljétek el, nem volt egyszerű egyáltalán a történet. Tudod, amikor már mindenben valamilyen feladatod lát, hú, ezt a csavart biztos, hogy el kell fordítani. Nem kell elcsavarni, azt a csavart az jóval ott, nem kell hozzányúlni, semmi olyan nincsen, az nem feladat. Mert mindenről azt hiszed, hogy feladat. Hú, ez is biztos a feladat része, hú, ez is, A lényeg az, hogy iszonyú izgalmas, hogy nem akarom, azért nem mondok nagyon sok konkrétumot, mert hogyha valakit esetleg érdekel a dolog, és el akar menni, akkor nem akarom előre így elspoilerezni a különböző feladványokat, de zseniális volt, és hogy telik az idő még. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 perc van még hátra, és még meg tudjuk csinálni. És aztán el is mondták, hogy nagyon-nagyon pici hiányzott, hogy ki tudjunk jutni, és ahogy bementünk, az volt az érzésünk, mert kamerákon keresztül figyelnek minket bent a helyiségben, és hogyha akarunk kérni segítséget, akkor kérhetünk is, mert van bent egy telefon, de hát mi persze. De hogy már vadon még ne tudjanak kimenni, és tényleg nem tudtak kimenni. Gyerekek, segítséget. Figyeljetek, zseniális volt. Tehát nagyon-nagyon éreztünk, meg eleve az, hogy egy korhű, tehát hogy vannak ilyenek, mit tudom én a városban, hogy itt nézegettem a különböző honlapokat, mert ugyanem persze elkezdtem egy ásogatni a téma után az interneten, hogy mit tudom, egyiptomi sztori, meg Sherlock Holmes sztori, meg tudom én, szabadkőműves sztori, meg ilyesmi, de hát ott nyilván be van rendezve ennek a sztorinak megfelelően a hely. Itt meg úgy volt berendezve, hogy minden teljesen korhű volt. Tehát ott vannak ezek a 40-es, 50-es, 60-as évekből származó mindenféle orvosi felszerelések. Korhű megcsinálva. Hú, nagyon profi volt az egész. Nagyon hangulatos volt, nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jól szórakoztunk, és ráadásul mi voltunk a harmadikok, akik ezt a játékot végigcsináltuk. Egy vagy két nappal előtte indult el ez a két szobás, egy órás történet. Úgyhogy tök jó volt. Nem csináltatok végig, mert nem jöttetek ki. Nem jöttünk ki, de direkt mondtam neki, mondjuk el akartam mondani, hogy mi volt a végén a megoldás, de nem akarom tudni. Nem akarom tudni, mert lehet, hogy egyszer még elmegyünk, és visszamegyünk, és megcsináljuk, és tök jó lesz, mert valószínűleg az lesz, már így ismerve magunkat, hogy az első 10 percben gyakorlatilag mindent megcsinálunk, amit egyébként 50 perc alatt csináltunk meg az első alkalommal. És akkor utána még van. És utána 50 percen keresztül sem fogunk tudni kijutni. Ja, nem baj. Jó, biztos vagyok benne, ez tök jó. Nagyon jó. Én is alig várom, a srácok nagyobbak legyenek, mint 6 évesen, még nem gondolom, hogy sokat segítenének a kiszabaduláson, de ez tényleg jó, így családdal elmenni. Nagyon szórakoztató volt, nagyon jó volt. Néhány SMS, ma reggelre ellopták a kislányom babakocsiját a lépcsőházból, fecó. Na, ez az legaljasabb aljas rohadék. De hogy egy babakocsit lopni. Igen, gratulálok. Nulla az illető. Én azért sajnálom, hogy Balinak felmondtak, szórakoztató fickó volt. Szerintünk is hátra visszaveszik a hét második felére. Nagyon szép, derűs, teniszmentes napra ébredt az ország. Ott kurtigyek a költségvetést, ahol a leginkább érződik. Így van, ahol leginkább. Nagyon jó hírünk van azoknak, akik nem olvastak még reggeli újság, vagy hát az újságok még le se hozták interneten. Direkt nem beszélünk róla, mert még beszélni is fogunk róla. De egy mondatot azért természetesen megér, a Saul fia Oscar díjat kapott. Ja, ezt akartam mondani? Igen. Ja. Azt hittem, hogy ízért, hogy 500 lájkot kapott a pénteki recept. Nem, azt mindig megkapja. Legalább annyi értett barátomban. Így van. Ez egy fantasztikus siker. Hát azért valljuk be őszintén, most az elmúlt hetek, hónapok erről a filmről szóltak, meg Nemes Jeleséknek a hihetetlen diadalmenetéről, mert gyakorlatilag bárhol indultak, minden, azt megnyerték. Minden. Ott voltak Cannes-ban, diat hoztak el a Golden Globe-ról, az Independent Spirit Awards-ról, és most pedig az Oscarra megkoronázták ezt az egészet. Megpróbáljuk őket elérni. Hol
Hollywoodban. Hollywoodi telefonunk lesz majd. Így van. 7 óra után szerintem, hogy aztán tudjanak pihenni, vagy partizni, bár szerintem ilyenkor én nem feküdnék le egy 4 napig. Meg ők nem olyan kifejezetten partiartók, de szerintem az élmény ébren fogja tartani most őket egy darabig. Na, gyorsan megmutatjuk, hogy hogyan búcsúztattuk el a múlt hét végét. Pénteket Mautner Zsófi volt a vendégünk, aki a távol keletre utazott, mert könyve jelent meg, és hozott nekünk egy csomó, idézőjelesen mondva, nagyon-nagyon finom ételt, azóta is próbáljuk megemészteni a dolgot. Újra meszeltük a helységet, jó, kiszellőztetünk, és már nincsen halsz. Lehet jelentkezni a fekete-fehér igennemre, egy teljes hét áll előttünk, úgyhogy nagy küzdelem várható, SMS-t írjatok ezügyben, ha van közlekedési info, akkor azokat is várjuk. 9 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt mindenkinek, a hírek és a kiváló tréndal után itt vagyunk. Mi van? Hát, hogy jó volt, nagyon. Mi történt Csepelen? Ja. Rengeteg rendőr lezárások helikopter köröz, tudja-e valaki, írja a hallgató. Mi nem, de ha megírja valaki, akkor el fogjuk majd mondani. M7-es Pákozdi pihenő, nincs trafi egyik irányban sem. Könyves Nándi. Mondtunk ilyet? Ákos! Baleset a hármas úton Nyéklát háza és Emőt között. Diga írta, Hungária körúton a Lurdi ház előtt Buda irányában a villamos miatt 2 sáv lezárva. Egészségedre jobbulást. Minden rendben van egyébként, már kifelé jövünk a betegségből. Nem vagyok egyébként vírusgazda, csak így mondom. Tehát, hogy senki ne tartson a velem való kontaktust, a velem való közvetlen kontaktust, az éteren keresztül meg pláne nem fertőzök. Uh-huh. Viszont köszönöm szépen megint a kérdést. Így van, 29-e van, ma éjfélig lehet még szavazni az Európa Fája 2016-os szavazáson Bátaszék Molyhos tölgyére. Nem tudom, hogy áll a szavazás, mert ugye most jelenleg titkos. Amikor legutoljára néztük, akkor nagyon-nagyon jól haladtunk, nagyon-nagyon vezet. Mindenkivel szemben, spanyolokkal, lengyelekkel, portugálokkal, angolokkal, írekkel, nem tudom, kik vannak még a versenyben, mindenkit aláztunk. Remélem, hogy ez az alázás ez továbbra is tart. Nagyon jó lenne megnyerni. És most már itt vagyok a finishben. Sem mutatnak? Nem, semmit nem mutatnak. Semmit nem. Sötét a képernyő, ide rákattintasz a szavazás után. Van. Most manipulálják az adatokat. Ha szemetek. Hát, rohadékok. Na, a tényleg egy szavazatot mindenkinek megér még, olyan jó lenne megnyerni. Tök jó lenne. Ha, ezt tényleg is. Így van, Bátaszék is büszke lenne, mi büszkék leszünk Bátaszékre, tehát ma éjfélig még lehet a szavazást tolni. Fiúk, nem gondoljátok, hogy kétszínűek vagytok kicsit? Ja, pénteken Jani nagy büszkén verte a mellét, hogy az állatkínzás ellen tiltakozott, majd fél órát beszéltetek a disznóvágásról. Egy állattorkának az elvágása szerintetek mi, hanem állatkínzás már? Igen, de Jani például sose tenné ilyet. Sőt, még disznóvágás se szokott járni. Nem érzem az összefüggést én, már. Én azt gondolom egyébként, hogy ez mindenkinek a hogy is mondjam, csak a saját karmája. Tehát, hogyha Feri úgy dönt, hogy ő húst fog enni, meg hogy ő mondjuk disznókat fog vágni, vagy kolbászokat ilyesmi, kolbászokat fog tölteni, stb. Bla, akkor az az ő döntése, én ezt tiszteletben tartom. Én meg úgy élek, ahogy én szeretnék, Feri úgy él, ahogy ő szeretne, Zsűr, kit érdekel. Tehát, hogy értitek. Szóval kerek a világ, ugye? Teljesen jól állnak össze a dolgok. Tiszteletben kell tartani a másik az elgondolásait, a másik az értékrendszerét. Ő úgy gondolja, én meg így gondolom. Igen. Egyébként meg szerintem a jobb öllér az nem okoz felesleges fájdalmat az állatnak. Így van, ugye kábítás van már előtte, tehát hogy az sincs, hogy csak úgy elkezded rángatni a disznót, úgyhogy ezeket a minimálisra mérsékeltük. Márk és egyébként a földsíró szója mezőkről mi a véleményed? Érted? Tehát na, ott semmi, amikor kaszálják a rétet, érted? Mindenki hozza meg a saját döntését, éljen a saját értékrendszer alapján, gondolja át a saját életét, aztán tegyen úgy, ahogy szerinte a legjobb. Én nem szoktam senkit agitálni például azért, hogy most legyen ugyanúgy laktóvó vegetáriánus, mint én. Hozzáteszem egyébként, vannak olyan ilyen hardcore vegák, akik például engem is gyilkosnak tartanak, mert tojást teszek. Szerintem akartam már szólni. Fogyasztok, tehát, hogy azt ennyi. Hát minden, megvannak a saját fokozatai egyébként az állat meg környezetvédelmek is, de ne untassuk most ezzel szerintem a hallgatókat, de nem játszunk egy jót. Így van, a múlt hetet megnyertük 1-0-ra. Mert ugye egy napot dolgoztunk, a pénteket bejöttünk, de az a miénk volt, úgyhogy ott egy újabb nyerthetünk van, és akkor már most meghallgatjuk, hogy ki a mai játékosunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Violetta, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia! Mi a helyzet Sopronban?
Hát olyan sok minden nincs. Kicsit borongós idő, reggel van. Csendnyugalom. Ja. Csendnyugalom. Olyan jó kis város, úgy szeretem. Tök jó lenne idén is majd elmenni valamelyik turnénkon. Hát tök jó lenne. Nagyon örülnénk neki. Akár egyszer, kétszer voltunk idők, hogyha jól emlékszem. Vizekfelire. Kétszer. És mind a kettő nagyon-nagyon jó. Fú, de jó volt. Nagyon sokan. Voltam itt, amikor itt voltatok. Hát nem szép tőle, jó? Hát itt picit jájoltunk is egyébként. Violeta, hol van? Sehol? Sehol? Miért mi? Itt sőmünk többet. Na jó, ha megyünk, akkor azzal kezdjük majd a reggeli kitelepülést, hogy megkérdezzük, hogy ott vagy-e. Jó? Oké. Okay. Mivel foglalkozol, Violetta? Ügyvédjelölt vagyok. Melyik szakaszában vagy a jelöltségnek? Hát most fél évet töltöttem le a 3 évből. Aha. Úgyhogy még két és fél még megvan, és akkor utána lehet majd saját irodád. Pontosan. És felügyelet mellett ilyenkor használhatod a száraz pecsétet, vagy miről szól a... Még nincs neki. Nincsen? Nekem még nincs, tehát az ügyvédnek van. Itt igazából ez egy ilyen gyakornoki időszak, tehát szerződésszerkesztésbe már belemehetünk, de természetesen mindent ellenőriznek, tehát minden az ügyvéd felelőssége, és mindent ők néznek, de már tárgyalásra is járhatunk. Sajátodra. Ja, igen. És mindent tudsz nyilván most már a tévéjákról, a melans készítéséről, a postázásról és a filmásolás rejtelmeiről. Azokat is hozzájárulnak. Azt is meg kell tanulni. Violetta, kezdjük is a játékot. Jó, Jani, visszaszámol. 3, 2, 1, fire! Bye. Bocsi. Elkezdtük. Mi van? Nem, elkeverted a jegyzeteidet? Az a helyzet, hogy eredetileg úgy terveztem, hogy majd írok valamit, de most jön az a mondat, amire fél ország utálni fog. Én ma küldtem először SMS-t. Júj, és szerencsés vagy akkor. Azt tudod. Arra számítottam, hogy majd talán ilyen sokadik SMS után fogtok írni, és visszaívtatok, és fogalmam sem volt arról, hogy miről beszéljek, és igazából most sincs. De akartál kérdést írni magadnak? Hát, vagy valami témát, akármit, mert most itt vagyok, sportolsz, és érzem, hogy sincs. Hát elég lusta vagyok, régebben tornáztam, meg még suliba jártam mindenfélére, kosártánc, stb., de meg el akarok kezdeni futni, csak olyan nehéz, és kell egy cipő, és azt mondani magadnak, hogy hajrá! Téged mi motivál? Az elkezdés, a cigarettáról való leszokás. Violetta életem. Ha lesz valaha bármilyen peres ügyem, csak téged bízom. Figyelj, ezt annyira behúztad, hogy... úgy mentél végig az egy percen, hogy itt csak álltunk. Tehát az altatás az elején, hogy ne álljunk meg. Megvagy. Igen, persze. Igen. Figyelj, zseni volt. Zseni volt, Violetta. Olyan indisponált vagyok, mert sajnos ez az első, és picit meg vagyok kérdítődve. Tényleg fogalmam sincs, hogy miről beszéljek. Persze. Elküldtem egy SMS-t, és visszahívtatok. Igen, hát ez történt valóban, nem is tudjuk tagadni. Figyelj, Violetta, az van, hogy végig szántottál rajtunk, nem tudunk mást mondani, mint hogy köszönjük a játékot. Így van. Én köszönöm, vigyázz magad. Tisztelt bíróság, tulajdonképpen én is bűnösnek tartom az ügyfelemet, de hát higgyék el, mást nem tettem, el kellett vállalnom, mert... Így van, Violetta, gratulálunk, küldjük az ajándékot, jó? Köszi. Csak így tovább. Puci, szia. Szia. Egy perc múlva lesz 7 óra, a friss hírek után jövünk vissza. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 10 perccel múlt 7 óra, szevasztok, jó reggelt! Nem mondom, hogy gyönyörű, de hétfő van itt Budapesten, vagy hát amit mi látunk belőle, az Üllői út festői kisablakán keresztül. Gyönyörű! Istenem, de szép! Jaj, de szép! Már a kisablak az igen, az idő az annyira nem, ebben párás, esős, borús, hogy a mások mi van, azt nem tudjuk, tehát most nem kell azt mondani akkor, hogy az egész ország biztos ilyen, mert mi ezt mondtuk, nem ezt látjuk mi itt. Viszont... Hát tudjuk mondani, hogy máshol mi van, Balázs írt reggel nekem SMS-t, hogy mi van máshol, hát csak annyit így dívj, vagy rohadjon meg. De csütörtökön már ő is ugyanezt fogja látni, mint mi. Nézzük meg a nyugalmat. A legszebb öröm a kár öröm. Csepelen ékszerboltot raboltak, elmenekültek a helyszínről. De az egész boltot elrabolták? Úgy, ahogy volt, összecsomagoltak és elvitték. Most figyelj, a körforgalomnál a Rákóczi úton azonban villanyoszlopnak mentek.
menekülés közben, tehát kettő embert már elfogtak, de a harmadik társukat még keresték helikopterrel is, ezért van a torlódás terelés, írja az egyik hallgatónk, mert valaki kérdezte, hogy mi van Csepelen, hát akkor ez volt, a villanyoszlop a körforgalomban, ezt egy másik hallgató írta, igen, 61-es úton Csornaber területén, vagy bocsánat, de Csorna belterületén trafi. Valószínűleg az lehetett egyébként, hogy azért mentek a villanyoszlopok, mert észrevették, hogy már körülnek a helikopterek. Hallod, nagy nők lettük, hallom, mekkora sávú lehet, beleveszünk a tényekbe is, hallod. De a királyok. Van náluk kamera, nézzél már. Biztos van, aztán nekimentek egy villanyoszlopok. Van még egy nagyon fontos információ, ez a győrieket érinti. A múlt héten már beszéltünk róla, de mivel ez egy akut probléma lehet a győriek számára, meg azoknak, akik Győrbe utaznak, ezért elmondjuk, hogy a szövetség utat mint egy fél évre lezárták közmés útfelújítás miatt, a forgalmat pedig a Damjani utcán át terelik, a 11-es buszjáratok pedig a Zemplén utca felé kerülnek, tehát az elsősorban ugye a győrieket érinti, csak volt annyira jó fej a Győrváros útkezelő szervezetének egyik műszaki vezetője, Péter, hogy elküldjenek ezt az információt. Nem tudom, átjött. Valahogy átjött. Nagyon ügyes, nagyon ügyes. Közvágóhíd és Népliget között villamospótló jár az egyes helyet, Mono írta. Kocsanásos a 6-oson Budapest felé az M0 fel is lehajtója előtt két autó az úton. A papírmunkát intézik és torlódik a forgalom. Ezt meg Gábor írta nekünk, úgyhogy köszönjük szépen ezt is. No. Elérkezett az idő, amikor sportoló gyermekeim Melkel hétvégén mindenféle hát versenyre mennem. Az édesanyjukkal együtt, persze meg tök jó, tehát hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó dolog van kialakulóban, mert ezt meséltem már nektek, hogy mind a két gyerek nagyon jó sportol. Mit is egészen pontosan, Ferenc? Kérlek szépen, nagyon sajnálom, hogy nem emlékezel már rá, amikor meséltem. Panna kézilabdázik, Soma pedig szertornázik, meg karatézik. A karate az óvodán belül karatézik van. A buzogányért? Igen, tehát hogyha nem adják oda neki, akkor meg tud verni bárkit. És elérkezett az időpont, amikor most már a hétvégéinket is majd egy picit be kell állni. Áldozzuk ennek, tehát vasárnap délelőtt kézi meccsen fogunk üldögélni, szombaton meg karate térre fogunk menni. Aki komolyan gondolja, annak erre számítania kell. Hát itt van ugye, ami Csabink is, aki ugye két gyönyörű szép fiúgyermeknek az édesapja, és ők is rendszeresen ott vannak mindenféle tornákon. Így van, ezt Csabi mondjuk élvezi, mert ők például ugye az apukákkal közösen tudnak már menni. Ellenben te gyűlölöd. Nem, még én nem tudom. Tehát, hogy az a része, ami a Csabinak már megvan, mert ők például elmennek már 3 napos kupára, és az apukák pedig ottan bőszen iszogatnak este. Amíg a focizó gyerekeik pihennek. Lekereznek, bográcsoznak. Na, ha ez lesz nálunk, akkor én is fogom szeretni. Én azon kezdtem el gondolkozni, hogy amikor te sportra iratod be a gyerekedet, akkor mi alapján, tehát sportolni jó, ezt tudjuk, nagyon fontos dolog, éljenek egészségesen, minden nap legyen mozgás, csak én azon gondolkoztam, hogyha valaki egy túlfűtött anyuka vagy apuka folytán a fél életét eltölti majd egy tornacsarnokban valamilyen sportággal, és apu meg anyu meg talán ő is egy picit hisz benne. Látta a Berki Krisztát, hogy milyen fes volt, amikor állt ott a dobogónak legfelső fokán, és milyen jó mutatott rajta az aranyére. Na, és ezért mondjuk elkezdett szertornára járni a gyereket, és aztán, hogy ő lesz majd a gyűrűk új ura, de kiderül 20 évesen a gyerekről, hogy nagyon ügyes, meg tényleg jól csinálja, meg is tanulta, nyilván 20 éve ezt csinálja, tehát azért ragadt rá valami, de hogy ő mondjuk sose lesz olimpiai bajnok, és az életének a nagyon nagy százalékát, 70%-át eltöltötte heti 5-ször x órában. Úgyhogy 12 éven keresztül azt hallotta a szüleitől, hogy majd megszereted. Majd jó lesz az. Jó na. Lesz az, mert még most kicsi vagy, és azért kicsit fárasztó, hogy most reggel 5-kor kellni, és naponta 2-szer edzeni, de majd megszereted. Igen, és majd meglátod. Jönnek az eredmények, majd de nem jönnek az eredmények. Na, hogy, és a gyerek mégsem szereti meg. Hát? Igen, hogy ilyenkor mi van? Tehát egyrészt a lutri, hogy az a sportág, amire te beírattad a gyerekedet, az igazi sikert hozza neki, hogy alkalmas-e rá egyáltalán, mert hiszen van egy csomó olyan, amikor az edző is már azt mondja, x év elteltével, de addig is rengeteg energiát beletoltál, hogy Rákóczi apuka, ne haragudjon, de a Somából sose lesz nem tudom micsoda. Érted? És akkor ott állsz, hogy x időt... Még mindig killódik ezzel a 60 centivel, de mindig leveri a lécet. Tehát igen, nem lesz ebből maga szugrom, Rákóczi út. Hogy akkor mi van? Hát kemény dolog. Ti nem gondolkoztatok már, hogy akinek gyereke van, hogy csinálod, te magad is minden nap edzésre mész. Tehát a Somával járunk heti 2, de ott van, aki
például már ott is ötöt jár. És látom, hogy kicsit idősebb a gyerek, hogy ott írja meg mondjuk a padon a leckét. És még mindig az általános iskola ötödik osztálynak a leckét írja, hogy ott írja a padon a leckét. Látom már, hogy egy félig már alszik, amikor kijön az edzésről, de akkor anyuka még hogy gyorsan beletön valami szendvicset. Tehát ugye szülőnek és gyereknek is óriási megpróbáltatás, nagyon-nagyon komoly felelősség, és mi van, ha mégse lesz belőle? Szerintem alapvetően két szempont van. Ez a legfontosabb két szempont, de tényleg csak azért, hogy leegyszerűsítsük így a dolgokat. Szerintem az egyik az, hogy most azt szeretnéd-e, hogy a gyerekből tényleg élsportoló legyen, hogy majd hozza majd mindenféle világversenyekről az éremeket, meg hogy örökbítse a kis országunk hírnevét, vagy pedig azt szeretnéd, hogy a gyerek élvezze azt, amit csinál, hogy jól szórakozzon, hogy jó buli legyen számára a sportolás, meg nem, mellette nem mellesleg egészséges legyen, meg jó fizikumú. Na ez az alap. Tehát ez a... Hogy a kettő közön melyik utat választod? Igen. Mert hogyha azt az utat választod, hogy a gyerek legyen, érezze magát jól, meg hogy legyen egészséges, meg erős, meg egyáltalán, akkor majd, hogy nem mindegy, hogy mit választasz, akkor a legfontosabb szempont szerintem tényleg az, hogy a gyereknek mi a szimpatikus. Ha viszont azt szeretnéd, hogy a gyerekből komoly sportoló legyen, vagy ne adj Isten, aztán tényleg valamilyen világversenyre legyen, hogy szép éremmel jöjjön haza, akkor meg el kell menni szakemberhez, és akkor egy szakemberet meg kell kérdezni arról, hogy jó napot kívánok, maga így az alkat alapján mit mondan erre a gyerekre, hol? És akkor megnézik a gyereket, és akkor megmérik, elbeszélgetnek vele, és azt mondják, hogy ez a gyerek a úszó lesz, B focista. Így van, akár így van. Ezt meg lehet mondani? Szerintem meg lehet mondani, egy pár héttel ezelőtt olvastam egy cikket, Petre Kanics Mátét, a Terhelés Tannak az egyik legismertebb ilyen hazai szakértőjét szólaltatták meg benne, és ő elmesélte, hogy hosszú Katinkával ő már találkozott akkor, amikor ilyen 14 éves volt körülbelül a leányzó, elvitték hozzá a TF-re, és már akkor a különböző ilyen antropometriai adataiból a testéből, a csontozatából, így van, az izomzatából, stb. Már előre lehetett látni, hogy ő milyen sportágban hozhatna komoly eredményeket, és hogy egyáltalán menjen-e sportolni. Aha. Szóval, hogy vannak már olyan mérési lehetőségek, meg olyan vizsgálatok, amik a segítségével nagy pontossággal meg lehet mondani. De a kedv az más kérdés, tehát hogy a gyerek mondjuk mentálisan alkalmas-e arra, az megint egy más kérdés, arra is vannak különböző vizsgálatok, de már tényleg el lehet menni, és akkor a gyereket tetőtől, talpig, szöröstől, bőröstől fel lehet mérni, és akkor megmondják neked a szakik, hogy hova vigyed a gyereket, meg hova ne. Vagy azt is megmondják, hogy abszolút alkalmatlan a gyerek, tehát legyen mondjuk, nem tudom mi, így Magyar Tudományos Akadémia. Marad a sakk és a gó. Azok is olyanok. Ez mondom, az a része a dolognak, hogy sportolni kell, meg ez jó, ha már gyerekkorban megszokja a kisrác, hogy minden nap legyen valami mozgás, ez tök jó, csak amikor már látod, hogy több energiát tesz bele a gyerek is, több energiát tesz bele a szülő, hogy akkor benne mindig ott van ez a bizonytalansági faktor, hogy érdemes annyira tolni a gyereket, és mi van, hogyha tényleg elmegy így 20 év, hogy heti 5-ször hajnali 6-kor ő már egy medence szélén áll, és ez a sikerélmény, a sikerélmény a kulcsa mindennek, és kétféleképpen lehet sikerélmény. Vagy az, hogy a gyerek tényleg marhára élvezi a mozgást, nagyon élvezi, és nagyon szereti, és független attól, hogy most nyer vagy nem nyer, jól érzi magát abban a szituációban. Vagy a másik, hogy attól van sikerélmény, hogy energiát, időt fektet bele, és jönnek is az eredmények. Tehát ugye ez a kettő. Meg ugyanakkor még van egy csomó olyan lehetőség még, hogyha adott esetben mondjuk egyéni sportágra nem alkalmas a gyerek, mert lehet, hogy egyénileg az ő kvalitásai nem predesztinálják arra, hogy később valamilyen komoly sportoló legyen belőle, de csapatsportágban akár jó lehet, mert hogy ott azért sokkal összetettebb, sokkal komplexebb dolog, akkor még azt is lehet választani. Uh-huh. De szerintem az ilyen lehetőségek, mint az, hogy elmehetsz tényleg egy szakemberhez, és ez felméri, és megmondja neked, hogy merre meddig hány méter, ez egy tök nagy lehetőség arra, hogy megóvd magadat is, meg a gyereket is a csalódásoktól. Feri, ne szertorna, ha lehet. Egy volt szertornász vagyok, ha érdekel, amiért hívj. Tessék, András. Még mindig vörös a popsi, ma sok gumipapucsozásra. Az más út is van. Nagyon sokan írtok a hallgatók közül, akik azt írják, hogy nem ez a lényeg benne. Tehát, hogy én rosszul látom ezt a dolgot, nem kell olimpiai bajnoknak lenni. Kapsz egy jó fizikumot egyrészt, másrészt pedig a küzdeni akarás, meg a helytállás az benne lesz az életedben. Tehát, hogyha valamit elkezdesz, akkor azt végig fogod majd csinálni nagy valószínűséggel. Ez nem kérdés számomra, az megy másik kérdés.
kérdés, hogy ére annyit, hogy heti 5-6 órakor már a medence partján áll a gyerek. Ezt nem tudom, ebben nem vagyok biztos. Tehát lehet, hogy mert ha csak ez a cél, hogy sportoljon, akkor mondjuk heti 3-szor elviszed valahova. Mondjuk az is nagy kérdés például, hogy mondjuk hol... Az se gyenge. A heti három, de mondjuk heti 3-szor 1 órát csinál belőle, akkor az szerintem még így körülbelül tartható. Szerintem azt kell tényleg ideje korán eldönteni, hogy mit szeretnél azzal a gyerekkel kezdeni idézőjelben. Tehát, hogy sportol akarsz belőle nevelni, vagy pedig egyszerűen csak egy egészséges fiatalt, vagy később egy egészséges felnőttet. Képzeld el, hogy nekem van egy olyan kedves ismerősöm, akinek van egy nagyon épp kézláb, kicsit ilyen soma típusú kisfia, és a gyereket elvitték kajakozni, és rettenetesen jól ment neki, tényleg egy picit már hiperaktivitással határos egyébként a tempója, meg a dinamikája, meg az elánja annak a kisgyereknek, de nagyon-nagyon jó svádájú gyerkőz, csak hát kellett valamit találniuk, ahol levezethette az energiáját. Most odáig jutott kell, hogy heti 5 edzés volt, és a gyereket konkrétan ki kellett venni a kajakedzésekről, mert már ilyen 5-1,5 kilométereket futtattak vele egy edzésen időre. De úgy, hogy 11 éves gyerekről beszélünk. Ja, és ez sok. Ez irgalmas. Nem sok. 5-1,5 kilométer időre. Ha bírja. Számoljunk ha meg utána, srácok. Az tényleg komoly. Igen, tehát hogy az már ez egy picit sok. Tehát hogy azért látni kell, meg érezni kell, hogy hol vannak a határok. Tehát amikor azt látod a gyereken, hogy már karikások a szemei, hogy már hozza egymás után a rosszabbnál rosszabb jegyeket, hogyha már nem tudja magát kialudni normálisan, stb., akkor azért ott el kell gondolkodni, hogy vajon jó az irány. Na maradjunk annál a résznél, amit elkezdtünk itt feszegetni, hogy vajon milyen sportra alkalmas a gyermek, mert van egy kis segítségünk. Gergelyfi Róbert a telefonvonal túlsó végén, aki egy olyan cég élén áll, akik azt vállalják, hogyha én elviszem a gyereket hozzájuk, akkor megmondják, hogy milyen sportágban lehet sikeres a gyerek. Jó reggelt, Robi, szia! Jó reggelt, sziasztok! Körülbelül jó írtam le, hogy mivel foglalkoztok ti? Tehát elviszem a csemetémet, ti megnézitek, felméritek, mindenféle adatokat fölvesztek róla, és utána azt mondjátok, hogy ebből a gyerekből ez lesz, szerintünk. Így van. Előtt azért reagálhatnék, kezdhetnék a végén. Persze, mondjad, hogy mi volt az a hülyeség, amit a Jani elmondott. Így van, és ez a rengeteg baromság, amit a Feri összehordott, az miért dől össze? Igen. Nem, inkább az volt a problémám, hogy annyira jó dolgokat mondtatok, hogy nem tudtam, hogy ezek után még én mi újat tudok mondani. Köszönöm. De tehát a legutolsó gondolatra visszatérve, ami elhangzott, én azt javasolnám minden szülőnek, hogy ne várja meg ezeket a jeleket. Amit Jani mondott. Ja, igen, már a túlterheltséget mondott. A karikát így van, de ugye az antropometria az mindenek a kezdete, de nem állunk meg ott, tehát a terhelés életben is egy rendkívül fontos dolog, és nem lehet abban bízni, hogy a sportoló előre jelezni fogja, hogy neki valamilyen problémája van. Van, amikor igen, de én mindenkinek azt javaslom, aki hozzám fordul, hogy ezt azért ne várja meg. Aha. Ez nyilván nem éri meg ennyire kifacsarni a szervezetet. Nekem, amikor felmentem a honlapotokra, és megnéztem, hogy mik a lehetőségek, az nagyon tetszett, hogy azt írtátok, hogy gyakorlatilag 7 és 99 év között meg tudjátok mondani azt, tehát, hogy egészen nagy gyerekeknek is meg tudjátok mondani azt, hogy mire alkalmas az ő testük, hogy mire alkalmas az ő szervezetük, hogy milyen sportágat ajánlanátok nekik. Tehát, hogy tök érdekes, most egy picit akkor így szélesítjük a kört, mert hogy nem csak egészen pici gyerekekről van szó, hanem már nagyobb acskákról is, például 99 éves gyerekekről is. Tehát, hogy azt is meg tudjátok mondani, hogy mondjuk itt a Zsűla, Feri vagy én, ha elmegyünk hozzátok, akkor meg tudjátok mondani, hogy mivel érdemes foglalkoznunk és mivel nem. Ki az ő? Hát ez jó a kérdés, nagy kérdés. Nagy kérdés, igen, senki nem tudja. Mi magunk is csak így nézünk ki. Ő egy fiú, aki itt van velünk, és hát valamit csinál. Ő egy technikus itt bent a rádión. Hangmérnök. Okay. Na, tehát ugye itt megint van egy nagyon fontos dolog, hogy nem feltétlenül kell, hogy az ember háta mögött egy edző ott áll, mondjuk idézőjelben egy ostorral, hogy hajtsa őt. Tehát amatőr szinten is tudunk olyan mozgásformát választani magunknak, valamilyen divat vagy egyéb behatása, ami igazából nem jó a szervezetünknek, és akkor ennek az lesz a következmény, hogy szintén lehet túlterhelés, illetve nem érjük el a céljainkat, mondjuk valaki szeretne leadni súlyfeleslegből, nem fog sikerülni. Tehát ott ugyanúgy az alkati sajátosságok kell, hogy legyenek a kiinduló pont, mint egy gyermeknél.
Tehát mindegy, a motiváció, hogy csak a fogyni akarsz, vagy csak a sport miatt kezded el, nem mindegy, hogy milyen sportot csinálsz. Na akkor most mi is kezdjük az elején. Mi történik, amikor elmegy hozzátok valaki, akár gyerek, akkor csak akár elmegyek felnőtt. Én, és az a vágyam, az az álmom, hogy szeretnék 60 kilóba szumózni. Gyönyörű kategória. Na, tehát úgy kezdődik, hogy először is ugye beszélgetünk, nagyon fontos, hogy mi a célja, hát általában ugye a családok jönnek gyerekekkel, de azért felnőttek is jönnek önállóan. Mi a cél, ugye ezzel kezdjük egy beszélgetéssel, utána pedig 24 testparamétert megmérünk, hát ez azért kívülről ilyen veszélyes dolognak tűnik, mert ezek ilyen az antropometriai mérőszet az ilyen középkori kínzóeszköznek tűnik első ránézésre. 7 éves gyereket elviszed és elsírja magát. Látjuk riadalmat néha a gyerekeknél, de azért ez nagyon ritka, hála Istennek. Fájdalommentes a vizsgálat. Abszolút fájdalommentes, így van. 24 testparamétert megmérünk ezzel a speciális mérőszettel. Gyakorlatilag néhány percről beszélünk, és ebből meg lehet mondani azt, hogy annak a gyermeknek, de tényleg 7 éves korban várható testmagassága mégis mennyi lesz. Nem mondtuk sose, hogy ez 100%, de egy elég nagy pontossággal meg lehet mondani. Testalkatát, csont, izom, zsír, illetve a zsigerek mennyiségét, ajánlott sportágat és a biológiai kort, ami meg egy kulcsfontosságú dolog. Zsigerek mennyiségét megmértek, hogy hány méter bél van benne? Inkább kilóra százalékban van megadva, tehát hosszát használ. Igen, kibontás, majd visszavarás. Annak idején ez úgy működött, hogy sikeres sportolókat, tehát már befutott, mint én, olimpiai bajnok sportolókat lemértetek, már nem ti, hanem aki ezzel a tudományággal elkezdett foglalkozni, lemértetek, és akkor most ő hozzájuk viszonyítotok, hogy akinek olyan az aránya, mint nem tudom kinek, az valószínűleg jó lesz abban a sportban, mint aki abban olimpiai bajnok volt. Abszolút jogos a kérdés, és valahogy tényleg így történt, de hát ez jól azelőtt kezdődött, hogy én megszülettem volna, tehát nekem is utána kellett olvasni. Illetve hát én ugye ezeket a méréseket szervezem, meg népszerűsítem, tehát én nem is vagyok szakember, ezért is kellett utána néznem, hogy mégis miről van szó. Én a legkorábbi dátumokat a 30-as évektől láttam, és valóban így lehetett, hogy elkezdték vizsgálni, hogy ki miért eredményesebb, és aztán ebből kialakult egy tudományág. Több nemzetközi kutató foglalkozott ezzel, és most lehet, hogy meg fogtok döbbenni ti is, de 1972-től vannak mérések Magyarországon, sportiskolai igazgatóval találkoztam egyszer, aki ezt említette. Az engem is egy kicsit meglepett, hogy ennyire régóta. Te meg fogsz lepődni, mert én például nem lepődtem meg, mert hogy engem értek annak idején. Na. Én része voltam egy ilyen kutatásnak. Akkor téged már 60-as években is, ugye? Ne, hát a 60-asban már igen, de a 70-es évekre kitették. Így van, igen, én 70-es születésű vagyok, és engem vizsgáltak így annak idején, soha nem felejtem el, hogy volt két egymást követő év, amikor csak át kellett írni az adatlapomra a dátumot, mert hogy nem változott semmi. Egy év alatt nem fejlődtem semmi. Ezt komoly módon nem hitték el. Perszent Lőrinc, hogy hívják, helyi orvosi rendelő. Bementem, lemérték az adataimat, és gyakorlatilag egy millimétert nem változott a testem egy év alatt. Na, mondták, hogy már kikerült a csoportból, tényleg, János. Tényleg, tehát így történt konkrétan. Amikor én beszélgetek valakivel, akkor szeretem tisztázni, hogy az ugyanígy az mit jelent. Tehát te rajtad is 24 testparamétert megmértek? 24-et? Hát, ha jól emlékszem, vagy 23-at, vagy 25-öt. Aki emlékszik, már nem sincs. Jó, szóval nem 2-t, vagy 3-at az nem, a lényeg. Több volt. Bőredőmérés volt benne? Igen, soha nem felejtem el, mert rohadt hideg volt, egy ilyen fém, egy ilyen kromozott fém, ilyen eszköz használtak, ami kicsit olyan, mint egy ilyen tolómérő, vagy tolométer, és akkor így összefogták itt a kis hájamat itt oldalt, és akkor lemérték, ez is volt, igen. Hát az igen, az őskorban még az volt, most már van erre külön eszköz. Uh-huh. Jó, szóval, hogyha elmegy az ember gyerekkel együtt, akkor legalább irányvonalat, vélhetőleg jó irányvonalat ti mögük tudtok adni. Abszolút igen, és egy picit, hogy ne sikadjon ez a bizonyos biológiai kor. Erre ugye sokan fölkapják a fejüket, de hát ebben semmi misztikus nincsen. Egyszerűen arról van szó, hogy miután a gyermekek fejlődnek, és miután nem egy lineáris vonal mentén fejlődünk gyerekkorban, hanem különböző ütemekben, aztán ugye a test megpihen, emiatt a gyerekeknél a születési időpont az legfeljebb csak a felköszöntés miatt érdekes. Aha. De a fejlettségüket mindig a biológiai kor alapján kellene vizsgálni. Most ebben az akadály, az egyetlen egy pici akadály van, ugye, hogyha nem ismerem a biológiai korát, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Viszont ha megismerem, akkor fordulhat az elő, amit már
ti ugye említettetek ma reggel, hogy valaki adott esetben 10 éven keresztül, még akár lehet, hogy magyar bajnok is nyeri a versenyeket, csak hát a kutya nem figyel arról, hogy évekkel előbbre van a társainál a biológiai fejlődés tekintetében. És aztán végül egy ponton megreked, ahol a többiek behozzák, ez jellemzően olyan 16 év körül van, plusz-minusz x, és onnan nincs visszaút, és ez egy óriási csalódás. Tehát ha valaki 10 éven keresztül nyeri a versenyeket, és elhiszi, hogy ő a Jani, akkor utána ez egy nagyon komoly csalódást tud okozni, és hát ennek megvan ugye a fordítottja is, sokszor a valódi tehetségek menet közben a fejlődés során el vannak maradva. De ha ugye tudom, hogy megállja a helyét egy csapatba és el van maradva a biológia, akkor azt is tudom, hogy valószínűleg őből lesz a gyöngyszem. Mert hogy elérkezik az a pillanat, amikor biológiailag utoléri saját magát, vagy azt az életkort, amit ő ugye mond magáról, és akkor robbanásszerű a dolog? Hát természetesen. Van, ugye... van ez olyan, akinél ez 40 év fölött jön? Tehát Jani vagy én. Mind a ketten nagyon várjuk. Nagyon-nagyon várunk már a robbanásra. Ez valószínűleg nincsen. Na, még egy dolgunk van. Bedumálni a Janit hozzád. Ugyanis én nagyon szeretném, én látom ezt a fiút. Én a gyerekkel mindenképpen megyek. Nem a gyerekkel, engem most nem érdekel a gyereked, nagyon szeretem a gyerekedet, de most én nem neki akarok, hanem neked. Ugyanis elárulom neked, hogy a következőt látom minden nap a Jánosnál. Nagyon tudatos étkezés, tehát kiszámolva gramra minden, és irtózatos. Nagyon sportot. Erős mink, orcsipesz. Orcsipesz, de az miattam van, hogy ne érezze a szagomat. Hátul bevágó minden, minden nap kemény sportolás. És én hiszek a Janiban, hogy még van benne a senior kategóriában egy lehetőség. Megtennétek-e azt, hogy a Janiról csinálunk egy nagyon komoly mérést, Robi, és utána azt mondod, hogy János, itt az idő váltani mégiscsak a toronyugrás sportágat. Hát egyébként tényleg. Vagy a nem tudom micsoda, igen, vagy a szinkronúzás. Mit, mikor, hol szúrtam el az életem során, mert hogy én lehettem volna a következő, nem tudom melyik sportágból, akár lehettem volna 3-szor vagy 4-szeres magyar pötang bajnok is. Megcsináljuk ezt? És akkor te megmondod, hogy Jani hol hibázott az élete folyamán, ha esetleg van ilyen, vagy azt mondod, hogy tök jó az, amit csinál, az neki való. Vagy ránéztek, és csak annyit mondtatok, hogy nem, hát ez ugye nagyon lényeges dolog, hogy itt szemre nem dől el semmi, pont azért mérünk. Hát én nekem akkor lenne egy olyan kérdésem, hogy ez megoldható, hogy a mitsportoljak.hu-n be kellene jelentkezni, mert a szükséges adatok... Igen. Ezt majd elintézzük. Tehát az a kérdésem, akkor egy rövid igen vagy nemet szeretnék rá válaszolni, hogy vállaljátok-e te is, és Jani is a megmérő megcsináljátok, és utána beszámolunk róla. Jó? Igen, semmi gond ezzel, csak neki nem tudom azt garantálni, hogy fájdalommentes lesz, mert egyszer ott poénkodott velem a vidiken gurunál egy néhány évvel ezelőtt, akkor most így megpróbálom neki visszanozni. Tényleg? Igen, állítólag. De milyen vidiken gurunál? Nem emlékeztek arra, Balázsra? Dehogy nem. Ja. De megvan. Kipróbáltuk Balázsra egy vidiken gurut, igen, hát és az egy kis van bűntudat, gondolom, alaposan. De azóta is többször riadok fel rá. Ha miért nem ezzel kezdtétek, hogy nektek van múltatok, gyerekek? Hát miért nem ezzel indítottuk el? Isten, már másképp csavarom a beszélgetés fondalát. Rég volt, azt hittem, már elfelejtettem. Oké, Robi, akkor megy hozzád a Jani, és utána beszámolunk akkor a mérési eredményről. Neked meg köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Nagyon szívesen, köszönöm én is. Köszönjük, szia! Szia! Szerintem ez egy nagyon jó dolog, most függetlenül tőlem, tehát hogy egy kicsit így engem söpörünk is le az asztalról. Szerintem egy gyerek számára, egy kisgyerek számára, meg hát a szülők számára is, ez egy óriási lehetőség arra, hogy tényleg ne egy zsákutcába gyalogoljatok be a gyerekkel, amikor elviszitek valahova sportolni, amit vagy a gyerek nem szeret csinálni, vagy semmi értelmet csinálni, idézőjelben semmi értelmet csinálni, mert hogy a gyereknek nem lesznek benne sikerélménye, egyszerűen azért, mert alkatilag, genetikailag nem alkalmas arra, hogy ezt a sportágot űzze. És akkor egyébként jó, hogy sportol, meg egy csomó mindent kap tőle, de az igazi nagy célt azt így nem lehet elérni. Jó, na meglátjuk, majd egy SMS, Zsül az Isten a rádióban, mindenki tudja, hogy létezik, de senki nem látta. Lehet jelentkezni már is a Mit mond Dóra játékunkra, azzal jövünk majd vissza a hírek után. Morning Show. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. Pontosan 3.4.80 Csoma belterületén van a Trafia 61-esen.
csomaiak felháborodott SMS halmazt írtak nekünk. Csorná, mondta, baleset a szolnoki elkerülőn, a tószegi felüljáró alatt, teljes utcár, nem tudom, írta nekünk az SMS-t, köszönjük szépen. Reggel már egy mondatban beszámoltunk róla, de hát szerintem már mindenki tudja, hogy megvan a legújabb magyar Oscar díjas a második film, így van, a második is, és hát természetesen az Oscar díját adón is túl vagyunk. Beszélgettünk pénteket, hogy az animációs filmeket nem néz. Katona Andorral, bloggerrel és Oscar rajongóval, aki természetesen egész éjszaka ott ült a tévé előtt, és lekoppanó fejjel várta a hívásunkat. Figyelek, ezzel kapcsolatban azért elmondanám azt, hogy nekem tegnap volt egy olyan tervem, hogy én, ha törik, ha szakad, én mindenképpen nézni fogom ezt az Oscar díj átadást, és ott fogok ülni a tévé előtt, és nem érdekel, hogyha csak néhány órát fogok aludni, és úgy fogok bejönni ide, mint egy zombi, mint egy élő halott, nem érdekel, akkor is látni akarom azt a pillanatot, amikor átveszik ezt az Oscar díjat a nemes jeleség. Ehhez képest leültem 0 óra 20 órakor, tehát egy 0 óra 20-kor a tévé elé, és akkor egy ilyen nagyon, nagyon érdekes, hát egy kedves, szimpatikus hölgye, a műsorvezető hölgy elmondta, hogy 3 óra és 5 óra között fogják átadni a díjat. Abban a pillanatban mondtam, hogy na jó, van, akkor köszönöm szépen. Na de Andorunk kibírta ezt a dolgot. Pillanatokra nem vagyok kíváncsi. Andor, jó reggelt, szevasz! Szép jó reggelt, sziasztok! Na milyen volt az átadó? Ez először is elnézést, hogy egy kicsit fáradtabb a hangom, mert valóban még nem nagyon pihentem ki a ma hajnali eseményeket, de hát azt gondolom, hogy volt azért miért fennmaradni, meg ahogy így láttam a közösségi oldalakon, elég nagy volt az aktivitás egész éjszak, úgyhogy valószínűleg sokan fent tudtak nagyon sokan maradni. Nézték, így van, így van. Beszélünk majd ugye a hazai sikerről is, de hát amiket feszegettünk, azok közül szinte minden bejött. Leonardo DiCaprio megkapta. Hát, végre hazamehetett végre a szoborral. Ma nem nővel alszik, hanem Oscarral. Ez egész biztos. Igen, azt gondolom, hogy ugye ez is egy papírforma győzelem volt, ahogy egyébként a Saul fia is, csak abban bíztunk, hogy ne történjen nagy meglepetés, hogy DiCaprio-nak is nagyon járt ez a díj, és ahogy nagyon sokan megtippelték, és ahogy nagyon sokan számítottak rá, végre tényleg megkapta ezt a szobrot. Nagyon szép pillanat volt egyébként, mert ilyenkor kicsit mindig olyan, hogy megkapja a díjat, hirtelen mindenki feláll a teremben és tapsol, és ilyenkor nem tudod eldönteni, hogy azért, mert hogy ekkora színésznek tartanak, vagy ennyire sajnálnak, hogy ennyi ideig kellett várnod erre a szoborra. Pityeregtél te is egy picit? Egy picit igen. Ja, nem. Ja. Egyébként a Saul fia győzelme meghatott, illetve volt még egy pillanat, ami szerintem nagyon megindító volt, amikor Ennio Morricone Oscar díjat nyert. Az elsőt! Az első életében, igen. 85 évesen. És a legnagyobb filmben a szerzőre, de összesen 6-szor jelölték eddig, ami szintén érthetetlen, és az, amikor ő megkapta az első Oscar díjat, ez azért olyan pillanat volt, hogy így az ember egy picit... De az tényleg, amikor tényleg így a filmakadémiának a tagja így a fejükre csak, és azt mondják, hogy basszus a Morricone. Gyerekek, a 85 évből 65 zenét írt. Nézzétek meg, hogy éjjel-e még, és hogyha igen, akkor gyorsan. Adjunk már neki gyorsan egy Oscar. Hát ehhez képest nem is olyan nagy trauma a DiCaprio-nak az első Oscarra, vagy a DiCaprio körül történő dolgok, nem? Ahhoz képest, hogy a Morricone most nem, sokkal pekhesebbek is vannak, csak az idei gálán például jelölt volt Roger Deakins operatőrként, és Thomas Newman zeneszerzőként, akinek mindkettőjüknek ez a 13. jelölése volt, és most se nyertek. Tehát, hogy ez nagyon durva. Miközben Emmanuel Lubezki már a harmadikat nyeri egymás után. Igen, zsinórban operatőrként, de azt hiszem az is elvitathatatlan, mert a visszatérő fényképezés egyszerűen fényévekkel volt minden más előtt. Tud valamit. Magyarázatot követelek a Mad Max-re. A sok díjra, vagy arra, az hogy egész. Ennek ellenére én ezt nem már pénteken elmondtam, gyerekek, hogy nem nagyon értem a dolgot, hogy így egy kicsit ez, hogy kerül ide ez a film. Most megvan ugye a 6 Oscar, de a legjobb filmet meg nem tudta megcsinálni. Szerintem a Mad Max-en nem nagyon kell csodálkozni, ez technikailag azért egy nagyon csodálatosan összerakott film, és zseniális látványorgia. Igen, bravúros mozi volt, úgyhogy a 6 Oscar az talán nem meglepő, inkább az a furcsa valóban, amit ahogy így kicsit említetted is, hogy egy olyan film kapta a legjobb filmdíját, ami ezen a szobron kívül egyedül egy másikat tudott felmutatni, ugye a forgatókönyvet járott, ez a Spotlight című film. Nagyon ritka az, hogy olyan film nyerjen, aminek ennyire kevés Oscar díja van, összesen 2, hiszen nála a Visszatérő is többet kapott, 3 Oscart, és hát a Mad Max ugye a maga 6 díjával még többet. Tehát, hogy ilyenkor aztán az ember, hogy inkább az a film érdemli meg a legjobb film
ilyet, amit több kategóriában is a legjobbnak találtak, de valamiért az akadémia idén ezt nem így gondolta. De valahol ebben is van logika, ugyanis a Spotlight egy nagyon fontos témát jár körül, és valószínűleg ezt akarták elismerni az ES fődíjával. Na hát, és akkor jussunk el a számunkra csúcspontra, ugye ez pedig nem más, mint a Saul fia, amikor hát ugye pénteken is elmondtad, hogy nyilván nyernie kell a filmnek, tehát valami nagyon nagy ez idézőjelesen mondom, de nagy csodának kell történnie, hogy ne nyerjen ez a film. Megtörtént, azért mégis bizsergető volt az érzés, ahogy nézted. Milyen volt, meséld el, mert sajnos mi nem láthattuk. Abszolút bizsergető érzés volt, és tényleg nagyon fura pillanat volt, mert megérkeztek a díjátadók, és az egyikük Sofia Vergara volt, aki egy kolumbiai színésznő, és ugye idén az ország Kolumbia megszerette első Oscar-jelölését, és picit attól félt az ember, hogy nehogy azért legyen ő ott, mert hogy oda fogják adni Kolumbiának ezt a díjat. De szerencsére nem így történt, és ahogy felolvasta a nevet, és ahogy ezt meghalt az ember, tényleg felfoghatatlan, hogy én még nem éltem, amikor az első Oscar-díjunkat nyertük ebben a kategóriában 34 évvel ezelőtt, úgyhogy viszont az Oscart meg már kvázi nem tudom 12 éves korom óta nagyon szeretem, és így először látni azt, hogy ez megtörténet, hogy egy magyar film odaérhet és a legjobb lehet, az azért egy picit megdöbbentő. És hát egy olyan diadalút után, amit ugye a Saul fia végigcsinált, hát a Mephisto is egy fantasztikus film egyébként, és hát nyilván Szabó István is egy zseniális rendező, hát ugye neki rengeteg Oscar és Golden Globe jelölése is volt még a Mephiston kívül is, és nagyon sokszor ott volt a kapujában annak, hogy esetleg egy második Oscart is megszerezzen, de, és ez mondom, ez egy ilyen minden tiszteletem Szabó István pályafutásáé, de azért a Saul fia egy olyan diadalmenetet csinált végig, Kánon keresztül, a Golden Globe-on át. Így van. Még egy díj. Ráadásul egy első film, az még különlegesebbé teszi ezt. Most a díjat, kell a baj, ez csúcsom. Nem esélyes lesz. László első rendezés. Hát gyerekek, ezután most gondoljatok bele, hogy csináltál egy filmet, ami mindent vitt, de tényleg mindent vitt. Hogy fognak a kritikusok beülni a következő filmedre? Na nézzük, hogy mi van még a tarsolyban. De hát szerintem azért ez egy örömteli teherjekkor. Azért ennek örül az ember, hogy egy ilyen teher kerül a vállára, de hát mert igen, azt gondolom, hogy motiválhatja. Igen, úgyhogy hát, ráadásul valószínűleg Hollywoodban is sok kaput megnyithat, hiszen persze. Azért a filmet nagyon, nagyon szerették kint is, nagyon sok színész nyilatkozta, tényleg fontos emberek, hogy nagyon megérintette őket a történet, és nagyon felkeltette az érdeklődésüket a rendező, úgyhogy azt gondolom, hogy jönnek az ajánlatok. Nem kell aggódnunk nemes látóért. Andor, köszönjük szépen, hogy a szemünk voltál éjszaka, amíg mi pihentettük a sajátunkat, most és már köszönjük, hogy rendelkezés. Most te alszol, mi meg melózunk, jó? Hát azt hiszem, én is lassan elindulok dolgozni, ja? De... ez de rosszul szól. Jó van. Katona Andor, köszönjük szépen neked a beszámolót. Szia. Köszönöm. Annyi időnk van még pont, hogy gyorsan meghallgassuk, hogy Dóra mit mond. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán nime. Aki válaszol. Aki válaszol. Szia. Ő kine. Enikő. Enikő. Szia. Jaj, de jó. Sziasztok. Honnan hívsz bennünket? Budapestre. És mi a foglalkozásod? Mit csinálsz? Eladó vagyok. A ruházati élelmiszer. Kisboltos, tehát dolgozhatsz vasárnap? Igen. Nem dolgozhatom vasárnap. De te nem. Jó, tehát nem a tiéd. Jó. Na, hét elején vagyunk, úgyhogy még öt közül választhatsz. Állatok, ország, híres ember, közmondás, avagy tárgy? Állat. No, már is indítjuk a 30 másodpercet. Figyelj! Nátognáru. Ott tetszik mondani. Nátognáru. 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 Orángután. Azaz, egy nagy tapsot megkeres, még Zsül, aki nincs. Hey, de jó. Na, gratulálunk az ajándékcsomaghoz. Köszönöm szépen. Szép volt, Enikő, küldjük az ajándékcsomagot. Szia. Köszönöm. Sziasztok. Szia. Szia, 8 óra lesz. 5 perc múlva a hírek után megint itt vagyunk. Morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás.
legjobb. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. 8 óra múlt 8 perccel, jó reggelt, szevasztok! János és Ferenc a fedélzeten, illetve, ahogy szoktuk volt mondani, itt vagy, gyere, gyere! Sziasztok, a szolnoki elkerülő nincs teljes útzár, ki lehet kerülni a romokat, írja Bandi. Zugló, Rákospatak utca lezárva baleset miatt a Gyarmat utcánál. András, köszi. Trafi Darnózseli belterületén, Cejzel írta baleset a szolnoki elkerülő. Igen, ezt mondtam, illetve cáfoltuk is, és a 64-esen Csománál van a trafipax. Mi hír oda küldjük? Jaj, hát minden nagyon rendben van, csak a Zső kollégának csináltam egy kávét, hogy nálam tanultabbak szokták mondani, no para, no fosor, csak a kedves... No para, no fosor. A kedves kollega ráfanyalodott majdnem az automata, azt nem mondtam neki, hogy nehogy már az automatából. Igen, bár tökéletes, meg nagyon jó, meg nagyon fincsi, meg nagyon... Így aki akarja, nekünk tudjuk, a saját jó kis kávégétünk. Tudjuk, hogy igénytelen vagy, Zsül, nincs ezzel baj. De ha tudsz választani egy jó, egy főzött, Jani által főzött kávé, és egy jó az automatás kávénk is, igen, egyébként, nincs vele baj. De hát Zsűr. Egy Jani féle kellemes kis kompromisszum szerintem. Egy hétfőregeli kompromisszum. Mit tettél neki bele? Figyelj, egy kis barna cukorral készítettem el, pontosabban nem beleraktam, mert szerintem az úgy nem illik, hanem hoztam, hogy ő tegyen bele annyit, amennyit hát akar, ez... meg egy kis 3%-os tartós tejből vertem neki egy kis habot is hozzá, és akkor erre ment rá a nagyon kellemes kis örölt pörkölt kávé. Hát, gyönyörű. Köszönöm szépen. Ó, és beszél! Csak táncolj, beszélj is, de azonnal ki is kapcsolta. Köszönjük, Zsül, vagy mi köszönjük János a kávét. Mondjál el nekem, Feri, légy szíves, valamit, világosságot szeretnék gyújtani az agyamba általad, hogy mi a jó Istenért van valakinek szüksége egy cirka 200-500 forint értékű vonóhora kupakra, hogy ezt miért kell lelopni a Tejo parkolóban a mi autónknak a vonóhorgáról, hogy ez kinek jó, hogy fényes nappal bemész az áruházba, akkor még megvan, kijössz az áruházból, már nincs meg. Hogy miért kell valakinek az a nyomorult vonóhora nem kupak? Tudja biztos, hogy hol lehet kapni. Én ilyenkor erre próbálok gondolni. Volt. Na, akkor ez túl lehet, diszkos. Hogy igen, túl diszkos. Valaki fel akarta csicsázni a saját járművét. Valószínűleg, mert ugye két megoldás van, illetve három megoldás van vonóhorognál, egy nem érdekel, tehát nem teszel rá semmit, és akkor mindenki olajos lesz, aki elmegy ott a vonóhorog környékén, hozzáér a nadrágod, mert ugye zsíros, mert ugye meg szoktuk zsírozni a csatlakozó részét, a másikat, egy-kettő, veszel egy, vagy egy régi teniszlabdát kettévágsz, és akkor azt ráhúzod. Balázs, azt talán van egy fél tucat. Ha gondoljátok, akkor elküldjük, és a harmadik az, hogy veszel rá, de tényleg az 250 annyi, forint. Annyi, megnéztem, a drágábbak 5-600-ba is belekerülnek akár, de azok már ilyen króm színűek. Igen, tehát az már nagyon-nagyon profi. Egy szimpla fekete 200 forint. Igen, 200-ban meg lehet úszni. Ezt sose fogod megérteni, ez a neked van, látom, hogy nincs most senki épp a kocsi környékén. Én örülök neki, komolyan mondom, hogyha esetleg tetszik minket most hallani, és esetleg magára tetszett ismerni, akkor gratulálok hozzá, és jó egészséggel használja azt a kb. 300 forint értékű, mert mondom, piros volt, tehát a fekete az 200, a piros az lehet, hogy 300 is van, hát kedves egészségére. Túl feltűnő volt egyébként, tehát ha feketét használsz, azt nem fogják lelopni. Emlük ez se biztos, de akkor króm kupakot semmiféleképpen ne vegyél, mert azt holnap reggelre a kertedből fogják ellopni. Ez nettó bunkóság szerintem az ilyen, hogy úgy szerzed meg, mert a tiéden nincsen, és ráadásul ott van a Tesco-nál, amiben szerintem lehet kapni. Tehát ha bemész, akkor ott pont van egy olyan rész, vagy ahol... lehet, hogy pont kifogyott. Ja, és ezért jött. Igen, és észrevette már, gondolom, a rostásodás jeleit a saját vonóhorgán, és akkor gondolta, hogy gyorsan most kéne egy kis védelem, még mielőtt baj lesz, és akkor már nem volt bent akkor a hiperbe, akkor leszett a miénkről. Szóval, hogy ezt tényleg érted. De volt már ennél jobb is, tényleg nem az én mondom, de volt már ennél mondjuk nagyobb sztorim is, mert hogy akkor az ablaktörlőnek a gumiát lopták le. Az ablaktörlőnek a lapátjait pontosabban, és úgy, hogy egy nappal előtt, nem, hát ja, egy nap előtt én cseréltem mi? Ki, de nem a teljes lapátot, hanem csak a gumi részét. És valószínűleg feltűnő volt, hogy csillog-illog, mert hogy olyan vadonatűnek tűnt, és akkor szépen lelopták. Egy Ford Escortról, tudod. Ennél jobb már csak a dísztárcsa lelopása. Sőt, ami szerintem a legprostóbb, az a kis kupak, ami a szelep kupak.
hogy az hogy, mire? Hogy mire? Hogy mire? Elhagytad a tiédet. Sokba van. 5 forint. Tehát bármilyen gumis műhelybe mész, és akkor így marokkal odadobnak neked, hogyha megkéred őket szépen. Hogy de hát egyszerű volt nyilván lecsavarni azt is. Na mindegy, hát jó egészséggel használja. Tejszínhabos kupak, azt írja Süsü, hogy az is jó rá. Tejszínhabos kupak. Igen. Ja, tényleg. Behozzak neked egyet? Nem hülyeség, meg van nekünk egy ilyen kedvenc, ilyen általában négyesével szerelt vaníliás, meg csokoládés, meg mogyorókrémes, vagy mogyorós pudingunk, amit szoktunk összetettel enni. Megeszed belőle. Morlenkához ilyen. És akkor, amikor megesszük, akkor nem visszük a szelektívbe, hanem akkor visszük. Látod, egyet ráfordítasz, de nagy vagy. És azt nem fogják ellopni. Ki írta ezt? Naphallgatója lesz talán? Már, figyelj, már. Gyerekek, a tejszínspray kupakja is tökéletes. Az is ezt írják többen, tejszínhabos kupak, Süsü, köszönjük. De jó, és ezt talán nem lopják le. Vagy, de mi van, hogy azt hiszük, hogy ez is ilyen túl dizájnolt? Hűha, már meg volt sorolt, te de jó. Arra nézzétek. Arra tisztára, mint a kompletta. Szigetelő szalagozd rá, körbe. Hát. Hát de mi a hát, akkor... Ha megcsinálom, akkor sem fogok róla adásban beszélni, mert a hetekig fogja a vére beszélni, mert igen, Balázs valószínűleg. Egyszer volt olyan, hogy ezzel a gyors kötözővel oda erősítettem a dísztárcsákat a fellihez, és utána sokan nem hallottam, egy kicsit hosszúra hagytam a végét, és hallotta, hogy dörzsödik oda a féktárcsához, és levágta. De az egészen. Mert zavarta mindent. Aha. Na jó, hát ezt nem fogjuk megfejteni soha, ezt a fajta emberi viselkedést, de legalább elmondtad a dolgot. Na, ha valakitől boldogabb lett. Akkor hajrá, hadd örüljön neki. Én örülök neki a legjobb. Néhány héttel ezelőtt a Bazilikánál sétáltunk a családommal egy hétvégén, amikor is arra lettünk figyelmesek, ezt meséltem is nektek annó adásban, hogy egy esküvő zajlik éppen a Bazilikában, ezzel ugye nincs is semmi baj, ám egyszer csak az egyik pillanatban megjelent egy elefánt a téren. Bazilikából ki? Vagy nem, a bazilika még nem ment se ki se be, hanem ott ugye egy kétszeres lépcsősorral tudsz fölmenni, de nem ő volt, tehát nem az ő esküvője volt. És valaki szentelt ostjával kergette, mert éppen áldozni kell. Nem az ő esküvője volt, hanem oldalról hozták be az elefántot, amelynek a hátára egy ilyen ülő alkalmatosság volt erősítve. Az ifjú pár felszállt rá, ott ment a fotózkodás, és nagyon vicces volt, mert az összes Maharadzsa házasodott. Én is ezt gondoltam, hogy indiaiak, mert nyilván mi ugrik be először ugye az ilyen esküvőről, hogy egy távoli ország idegen népe úgy megszerette hazánkat, hogy az indiai házaspár itt akart megházasodni, de aztán később kiderült, hogy nem, majd mondom így, hogy kiről van szó. De a hogy... hanga. Kihagott a hanga egy elefántot az állatkertből. Ő megteheti, nem? Kihozhatja. Szerintem simán, szerintem ő akármit is. Tehát villanyszereléshez zsiráfot tud vinni. Persze, a hanga nyilván. Úgyhogy nem ők voltak azok, viszont az egész a téren lévő mindenki megállt, és azonnal elkezdtek fotózni, mert ráadásul ugye, mint kiderült, cirkuszi elefánt volt, úgyhogy különböző produkciókat is tudott, hátsó lábra állt. És most mi van? Jézus, a föl tud az elefánt, az föl tud állni a két hátsó lábára, a leérkezés az, ami ott kellemetlen. De nem produkálhatták. Egyet csináltattak vele ilyet, de szerintem lehet, hogy ezt ő önmaga is annyira örült az esküvő tényének, és akkor azon gondolkoztam, hogyha én egyszer végre majd, igen, mondok a békának, hogy akkor hogy akarnék-e egy ilyen... Hát nem, azt tudom, hogy milyen állatot, marha lesz, de ő pörkölt formájában és sertések sülve. De hogy én belemennék-e egy ilyen verseny, mert ez kicsit én már versenynek érzem, tudod, hogy még nagyobbat csinálni, még komolyabbat csinálni. És nem tudom, hogy jó-e, de ugyanakkor meg ott álltam, és basszus, irigykedtem. Irigykedtem, hogy ennek az embernek... Basszus, ennek meg elefánt. Igen, ez elfántos esküvője van a Bazilikában, érted? És aztán kiderült, hogy egyébként még egyéb fantasztikummal is szolgálhatott, ifjabb Richter József. Jaj, a cirkuszos, a legszebb cirkuszos, így van, dinasztiának a legifjabb tagja, aki egyébként a világ legfiatalabb cirkuszigazgatója is, csak mondom, hogy ő így át, és az ő esküvőjét látom. Tudjuk, hogy többiek hány évesek, tehát, hogy nem tudjuk, hogy most ez jó, vagy sem, vagy... Hát szerintem egy ilyen igazgatói poszt az nagyon komoly dolog, úgyhogy ahhoz be kell érni, nem mintha az ifjabb Richter úr nem lenne érett erre, mert jól csinálja a dolgát, de nem is ezért hívjuk most föl, hanem azért, hogy mondja meg, hogyha én akarok elefántos esküvét, akkor honnan szerezzek. Richter József, szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Jó reggelt! Na hát először is gratulálunk a csodálatos esküvőhöz. Köszönöm, köszönjük. Nem hívtatok meg, de én ott voltam a családommal együtt.
és megnéztek benneteket, és pont azt meséltem el a Janinak, hogy picit irigykedtem, hogy, hogy ennyire profi, menőzünk, vakítunk, a limó már nem is elég. Hogy ennyire jól megcsináltátok ezt. Egy saját elefánt, vagy kiloptátok valahonnan? Nem, ezt nem loptuk, ez saját elefánt, ugye. Hat elefántunk van, igazából az első terv az, az volt, hogy mind a hatot lesz, de sajnos csak egy elefántra kaptunk el. De a többiek elettek egy első változásra. Nem. És egyébként ez nem menőzésből lett, hanem egy igazi cirkuszos, tradicionális esküvőt szerettünk volna csinálni, és nagyon sokáig gondolkoztam ezen, hogy hogyan lehetne ezt egy cirkuszi esküvői varázsolni. És akkor jött ez az ötlet, hogy mi lenne, hogy elefánt háton búcsúznánk a nász néptől jelképesen az esküvő után. Mondjuk azért ez nem egy troli, vagy nem egy villamos, az vagy egy stb. Tehát, hogy azért itt biztos voltak olyan engedélyek, amiket be kellett szerezni ahhoz, hogy az elefánt felmehessen a díszburkolatra, mert gondolom, hogy a talannyomása is azért egy picit masszívabb lehet, mint egy járókelőjé. Nyilván igen, tehát nagyon sok hosszú utána járás és munka állt ez mögött, hogy ez létrejön, tehát nagyon sok egyeztetés és engedélyek, hogy ez sikerülhetett. Viszont, tehát ugye más limuzinokat bérel és más felhajtást, ugye ez nálunk egy kézenfogott volt, hogy akkor legyen egy elefánt, és ezért választottuk az elefántot. Amikor beadtátok a kérvényt, hogy szeretnénk fölmenni a térdíszbuszkorlatára elefánttal, akkor mit szólt az ügyintéző, hogy tessék, mit akar? Hát igen, ugye ez egy kicsit ilyen meglepő kérdés először, hogy egy elefánt, egy bent a belvárosban, Budapest szívében, de hát pont ettől lett ez ilyen különleges. Először sokan vonakodnak ettől, és de utána elmagyarázzuk, megmutatjuk, hogy volt már ilyenre példa, tehát hogy csinálunk ilyen felvonulásokat is elefánta, és hál' Istennek megkaptuk az engedélyt. Egyébként valaki azt tanácsolta, inkább nem mondom a nevét, hogyha ha nincs elefántot tiltó tábla, akkor végül is egy elefánt bárhova beszélt. Hát ugye? Akkor rinocérosz háton is lehetett. Igen, mert a lovaskocsi áthúzva, vagy bringás pontosan áthúzva, azt ugye érted, de ilyen, hogy elefánttal nem lehet menni, ilyen nincs, tehát akkor mehetsz. Igen. Így van, de hát hol látsz olyan táblán, ami az lenne, mókusok mondtad a hintóba. Ez teljesen hivatalos volt minden, tehát meg volt rá az engedélyünk, és ezt így csináltuk. És ment az elefánt mögött egy ember talicskával, hogy összeszedje a drekket? Fel voltunk készülve rá, igen, de hál' Istennek nem volt szükségre, hogy ezek az elefántok szobatiszták. Aha. Nem áll, hogy meg tudod mondani egy elefántnak, hogy mikor és hol kakkancson. Hát nem 100%-osan, de úgy, tehát alapvetően az elefántok, és hogyha a porondon dolgoznak, akkor nem szoktak bepiszkolni. Vannak rántaló jelek? Tehát, hogy gúvad a szeme, vagy emeli a farkát, vagy valami? Igen, hátsó lábában. Hát, hogyha emeli a farkát, akkor már következik, igen. Tehát néha vannak balesetek. Ugyanúgy, mint egy kutyával, nyilván a kutya a lakásába egy szobatiszta kutya nem piszkol be. Néha vannak balesetek, hogy mégis sikerül az elefántnál, és így van. Figyelj, nekünk van egy nőstény boxerük, ő mindig ilyen nagyon zavartan elkezd nézegetni jobbra-balra, és körbe-körbe kezd el sétálni. Elkezd topogni, és ő így csinálja az elefánt ehhez képest. Az elefánt felemeli a farkát, és a rizselést azonnal. És mindenki szélrozsa minden irányában menekül. Ha jól tudom, akkor az ifjú feleség is ugye a cirkusz világából érkezett. Igen, pontosan Mary Lou Caselli, és ő egy német cirkusz dinasztiából, a Caselli családból érkezett. De artista és nem szakállas nő, ugye? Nem, abszolút. Nagyon szép, láttam, a Barom cirkuszban volt ilyen. Ez egy tévhit egy kicsit, ami most itt Magyarországon van még, ez a szakállas nő, és ez a régen beállított cirkusztal kapcsolatban. Tehát a cirkuszt is lehet magas színvonalon űzni, és művészeti ágyként. És nagyon sok munka van emögött, tudjuk, magas színvonalon bemutassuk. Hát, hogy ez a cirkusz már nem az a cirkusz, amire Balázs emlékszik, azt azért tisztázok, tehát, hogy ez már nem az a fajta, nem ahogy hívják. Figyelj csak, nálatok úgy van, hogy mint régen a királyoknál és hercegeknél, hogy azonos kasztbélit kellett választani, tehát, hogy cirkuszos csak cirkuszossal házasodik? Mert mondtad, hogy ő is, ugye, Mary Lou is. Cirkuszos csak cirkuszossal hál. Nem, ez abszolút nem így van. Tehát ez a 21. században ez már nem így van. Ez egy véletlen egybeesés. Nyilván az ember szakmán belül van nagyobb ismeretsége, vagy kapcsolata,
és ez így alakult. Egyébként 2 évvel ezelőtt a Budapesti Nemzetközi Cirkusz Fesztiválon ismerkedtünk meg, és ott egyébként még egymás ellenfelei, vetítársai voltunk, ugyanis ugye egy cirkusz fesztivál az egy verseny, ő az ő családjával lépett fel, én pedig a Richter csoporttal, és hát a vége az lett, hogy mindenketten aranydíjat nyertünk, és utána én leszerződtettem őket a saját cirkuszomban, a Magyar Nemzeti Cirkuszban, és azóta velünk turnéznek itt Magyarországon. És hát tehát gyakorlatilag megvetted az asszonyt, hát ugye? Mondjuk ki, gyakorlatilag magadhoz láncoltad egy jó szerződéssel, közben összeszerelmesedtek, és akkor így meg a dolog. Hát igen, az első tervem az volt, hogy szárosodunk, de ez lesz belőle, igen. És közös produkció van már? Igen, tehát tavalyi esztendőben 2015-ben már közös produkciót is bemutattunk, egy baletta a ló hátán, tehát ilyen különböző emeléseket, baletta. És hát ugye más számokkal is, zsiráfokkal, elefántokkal, exotikus állatprodukciót mutatunk be együtt, és hát idén is a 2016-os turnénk, ami most márciusban fog indulni, itt is vadonatúj produkciókat mutatunk be. Mondjuk a balett a zsiráfháton, az kapaszkodós? Nem zsiráfháton, lóháton, az egy másik téma. A zsiráfon. Egy picit ugorjunk még vissza az esküvőre, egyéb különlegesség volt, mert ugye amit mi láthattunk ott a bazilika előtt, az érdeklődők, meg a bámészkodók, az elefántos produktum volt, aztán eltüntetek. Volt még valami a nász népnek meglepetés? Közterületes vagy rendőr nem ment oda, hogy jó napot kívánok, magukkal van elefánt? De jöttek fényképezkedni egyébként, jöttek. Voltak ott egy páran, és mindenki fényképezkedni szeretett volna az elefánta. Hagyd mondjam el még azt, hogy ugye ez február 14-én volt, és azért a meteorológiát néztük előre, és mindenki esőt jósolt. Tehát nagyon féltünk attól, hogy rossz idő lesz, és hát nyilván egy rossz időben ezt nem lehetett volna véghez vinni. És ugye délután 3 órakor jöttünk ki körülbelül a bazilikából, és ahogy megtörtént ez az elefánt, és körülbelül olyan 3:30-kor, ahogy kész voltunk ezzel, elkezdett esni az eső. Úgyhogy nagyon nagy szerencsénk volt az időjárással. Menő, hát akkor ezen túljutottatok, és aztán már fedett helyen vártátok. És milyen szerencsé, hogy elefántot részé választottatok volna, mert hogyha varacskos disznó hátul jöttök, akkor az rögtön ott elkezd feltrengeni. És egyébként ugye az elefántról leszálltunk, ott egy lovasintóba átszálltunk, és ott a Vandalási úton egészen a Hősök teréig mentünk lovasintóval. Ott limuzinban. Nem érezted a visszalépést a lovasintónál, hogy nem zebrák húzzák, vagy valami? nem éreztem. És ugye ott limuzinban átszálltunk, és onnan Gödöllőre a Királyi Kastélyba mentünk. Na jó, hát akkor csak ott limó is. Ahol ittunk automatából 2 kapucsot. Jó, már nagyon sok boldogságot magány nektek. Nász útra még nem tudtatok menni, de gondolom majd ez is bekövetkezik. Nagyon szépen köszönöm. Hát egy ilyen kis rövid 2 napos nászúton voltunk, mert ugye készülünk a márciusi premierünkre. Na, majd megnézzük. Köszönjük szépen ifjabb Richter Józsefnek. Én is köszönjük, hogy szeretettel várunk titeket. Köszönjük. Balázs, biztos, hogy elküldjük. Sok boldogságot. Szia. Szóval, hogy hova lehet még fejleszteni ezt a dolgot? Az a nagy kérdése. Elefánt, nagyon jó, limuzin, nagyon jó, bazilika, nagyon jó, de ha igazán különlegeset, vagy igazán nagyot akarsz virítani, akkor az mi? És a hallgatók is írjanak nekünk nyugodtan, hogyha voltatok olyan esküvőben. Nekem ami... ez az állatos volna, ez nagyon tetszik, ez nagyon szimpatikus, tényleg látom magam előtt. Most nem tudom, hogy a hangának milyen például. A családi állapot, igen, de hogy elképzelem, hogy ott mennek a mennyasszony mögött a mosómedve nyoszoló lány. Morzsolgatják a fájdalmat. Orangutánok tartják a pezsgős poharakat az elején. Szóval, hogy ha valaki volt ilyen nagyon vakítós esküvőben, vagy nagyon különlegesben, az írja már meg nekünk, ezt nagyon szívesen vennénk a 0676450000 számra, de mi is nyomozunk, mert itt van velünk lassan Szabó Marian, esküvő szervező, aki pontosan azt csinálja, amit az előbb beszéltünk. Esküvőt szervez? Képzeld el, de hogy nem akármilyeneket, hanem különlegeseket próbál megszervezni. Olyan igényeket próbál meg kielégíteni, amelyek hát a házasulandó felekben felmerülnek. Marianna, jó reggelt, szia! Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Jó reggelt, micsoda virtus, micsoda temperament! Hát csak így lehet, érted, visszafogottan nem lehet esküvőt. Esküvőt nem lehet visszafogottan szervezni. Így van, te voltál a Richterék szervezője is, az elefánttal? Nem, én most tematikus esküvőket szervezek, ami egy egész koncepcióra építjük az esküvőket, de Richterék is rendkívül különleges. Az ő tematikusuk, hogy ő cirkuszos, nem? Az nem tematikus?
De természetesen tematikus. Én úgy értem a tematikus esküvőt, hogy az egész témára építjük fel az egész, tehát az esküvőt. Nem csak a dekorációtól, vagy akár egy-egy elemtől lesz tematikus nálunk egy esküvő, hanem a helyszínt is már úgy választjuk, olyan zenei effektusokat alkalmazunk az esküvőn. A menüsorban, a tálalásban megjelenhet a tematika, a szolgáltatók megjelenésében, tehát mi is úgy öltözünk fel, hogy az igazából egy dress code alapján működjön, illetve a pár és más nép megjelenésében is ugyanez megjelenhet, itt stylistok vannak esetlegesen segítségünk. És akkor az egész csapat, tehát 300 emberbe öltözik? Ugyanarra van felfűzve? Elvéletileg igen, ez is lehetséges. Vannak bevállalósabb násznépek és kevésbé bevállalós násznépek. Van, amikor egy pár meged egy dress code-ot, de mondjuk ez így egyszerűbbre gondoljunk, mondjuk színekben. Yeah. Teszem fel, van egy Gatsby esküvő, és megkérik a násznépet, hogy érkezzen feketébe, vagy fekete-fehérbe, vagy csipkeruhába, vagy egy hajós tematikánál érkezzenek tengerészkékben és fehérben. A násznépet aztán segítjük különböző kiegészítőket. De várj, ezt az kéri, aki mondjuk hajós kapitány, és akkor legyen mindenki kékfehérben, vagy szeret vitorlázni? Pontosan. Ez a tematikus esküvő arról szól, hogy legyen az esküvő pont olyan, mint te. Tehát, hogyha te rajongsz egy sportért, van egy hobbid, egy kedvenc könyved, egy kedvenc korszakod, akkor ezt az esküvődön is megjelenítjük. Így lesz Gatsby esküvő, tényleg hajós esküvő, James Bondos, Harry Potteres, Disney mesés, bármi. Az én kedvenc könyvem az Illatos kert, azt megtudnátok valahogy? El kéne olvasnom azt a könyvet, de biztos vagyok benne, hogy találtam. Ajánlom meg, figyelmedben. Az illusztrált változatát elsősorban. A Feri esetében mondjuk egy jó kurucos, labancos esküvő, azt így bevállalnátok? Mindenki ott jönne ilyen panyókára vetett tigrisbőrkaszagánnyal, meg hasonló. És könnyen beszerezhető, ugye? Tehát kezdjük ott a dolgot. Igen, ezeknél mondjuk az esküvőknél szükség lehet jelmezbérlésre, természetesen ebben is rendelkezésre állunk. Szerzünk így lovakat, kardokat, lesz itt kuruclabanc, paróka, mindenféle, tehát. Mi volt az eddig szívesen legkülönlegesebb? Hogy a mennyasszony kuruc volt. Én körülbelül egy évvel vagyok, tehát szakosodtam erre a tematikus esküvőkre, és eddig a legkülönlegesebb egy Gatsby esküvő volt fent a várban, a Hiltonban. Ez egy nagyon pici 20 fős esküvő volt, és azt kérte a mennyasszony, hogy nekik nem az első esküvőjük, és valami legyen valamitől nagyon különleges. Nem is volt utána buli, mert tényleg egy 20 fős pici családi vacsora volt. Viszont pont ez volt ebben a kihívás, hogy ezt kellett valahogyan az elejétől a végéig feldobni. Tehát amikor a pár tényleg Frank Sinatra-ra, Dolly Day-re vonult be, végig ez volt a szertartás alatt, szertartásvezető tollasfej díszben, csipkeruhában adta össze őket, a személyzetet is felöltöztettük, csokornyakendő, fehér kesztyű, mennyasszony tényleg úgy nézett ki, mint a 20-as évekből bármelyik filmből előlépett diva, mindenhol marabutollakat vonultattunk. Na most álljunk meg, te most honnan szerzel marabutollat? Műmarabu, vagy pedig tényleg a hangával te is jóba vagy, és az állatkertből sikerült összeszedni ezeket. Utána kérdezek a dekorosoknál. Jó, hogy honnan volt a marabu. Honnan sikerült. Nekik nagyon jó kapcsolataik vannak mindenhol, úgyhogy megkérdezem őket. Igazából ez szerintem elég különlegesre sikerült. Most is készülünk hajós esküvőkre, beachparty esküvőkre, ami mondjuk nagyon kedveltek mostanában, mert elég... A beachparty az a Velencei tó partját fölszórjátok homokkal, ahol... Nem, igen. Beachparty. Igen, erre mondom, hogy igen. Nagyon sok párnak tényleg fejtörést okozta, hogy régóta álmodozik arról, hogy tengerparton, mezitlába, homokban kimondja két tanú jelenlétében az igent. Ezt ugye sokszor a barátok, a család meg a pénztárca is nehezményezni tudja. És erre mi azt kínáljuk, hogy jó, akkor nem megyünk el tengerparton, hanem mi hozzuk ide a tengerpartot. De milyen műpálmafák vannak, és homok és kagyló. Oda viszünk, és homokot szórunk, és mondjuk kókuszdióhéjban szervírozunk a koktélt. Hát ez... türkiz dekorelemek jelennek meg, kagylók, tengeri csillagok, mindenhol.
tényleg ide tudjuk varázsolni. Hát kinek mire van szüksége? Kinek mire van szüksége pontosan, vagy ki mit képzel? Én megelégedik egy egyszerű prolitamatikájú esküvővel, és a násznép villamosokkal jönne, Éva Vermutó, Kocélyzárák, és Kadlott Karcsiszon a két kazetes magnóról. És rövid ideig maradnak. Megoldjuk. És csak rövid ideig maradnak. Marian, köszönjük szépen neked. Nagyon szépen köszönöm. Szép napot. Szia. Hello. Na, akkor az enyémben tudunk még gondolkozni, illetve a hallgatóktól várjuk az élménybeszámolót az eddigi legvakítóbb esküvőről, ahol voltál. Ha a sajátod, az nem baj. Jó? Úgyhogy igen. Írjatok. Ha valaki volt már igazi beach partin, az mindenképpen így. Morning Show. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz egy perc múlva. Jó reggelt. Bajcsi Zsilinszky Andrássy út kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák. Rendőr irányít, de így is lassú a haladás, írja Kristóf. M3 Budapest irányában a 93-as kilométernél mérnek. M044-es kilométernél Győr felé. Kamion rakománya az úton 2 kilométer a dugó. Üdv az ősöknek, Tószegre a Zaporozsecest átadtuk. Az ősöknek való üdvözletet is. És köszönjük az információt. Arra emlékeztek, amikor amikor leborult kamion rakomány Budapesten, de ez ilyen 80-as években volt, és szagos radír volt rajta. Ne. És nem lehetett kapni szagos radírt a 80-as években. Megrohantál? És mindenki ugye azért volt oda, az összes gyerek, nagyon, és állítólag taxisok jöttek nájlonzacskókkal, aki erre járt, mindenki, vagy arra járt, mindenki megállt, és kilószám vitték a szagos radírt, mert ez valami óriás szállítmány volt, és mindenki teljesen készült. Valahol Ázsiában volt egy ilyen, hogy talán egy pénzszállító felborult egy pár évvel ezelőtt, és akkor így az emberek oda gyűltek, és össze próbálták megszedni, de érdekes módon, vagy azért, mert gyorsan megjelent a rendőrség, vagy azért, mert ő balra fölé nagyon becsületes emberek élnek, de igazából nem loptak el belőle semmit. És így összegyűjtötték. De ami nekik a lóvé, az nekünk a szagos radír. Ugye? Ugyanaz volt nekünk, ami szagos radír. Én imádtam a szagos radírt. Mindenki imádta. Mindenki át. Hát. Az összes osztálytársam úgy ült az asztalánál, hogy közben miközben figyeltek a nem tudom milyen, hogy másodfokú egyenletek megoldó képletét néztek a tárgyal. Közben szagolgatták. Hát én még a kis fától tartomba, mert biztos nektek is volt ilyen kislány, vagy kisfiú volt rá festve, és lakozott fa. A tetejét. Akkor te menőbb voltál, mint én, mert az nem csak egy ilyen felhajthatós tető volt, és abban például gyűjtöttem a Donald Rágos papírokat, mert annyira kellemes illatuk volt, hogy zseni. Donald Rágó papír, meg egyébként. Zsül, meg, neked is meg persze, meg hát. Istenem, milyen más világban, most pont tegnap rajzoltak a srácok otthon, és most mutatta a Panna, hogy olyan radírt kapott, ami olyan, mint egy toll, vastag a vége, és így tudod kinyomkodni belőle a radírt folyamatosan, és egy kattintással visszahúzza. Full értelmetlen. Miért? Azért, mert neked nem jutott 80-as, meg a 70-es évek, akkor az. Nem, figyelj, ami totálisan értelmetlen, az tényleg semmilyen szinten nem tudom aláírni, ez a radírozó gép, amiben 2 darab elemet kell belerakni. Tudod, van ilyen, belerakod a 2 izét, 2 ilyen kis mikroelemet, ami a ceruzánál ugye egy a kisebb, belerakod, és 2-vel működik, és így mozog, így forog a radír. De van benne egy ilyen pici kis henger, egy ilyen radír henger, és így forog. Tartani, és ő maga kiradírozott. De hogy az most miért? Mert szerintem a gyerek ilyen hüvelygyulladást kap, vagy elfárad a csuklója, igen, vagy miért ne használjon egy sima, egyszerű radírt? Azért, mert ez nagyon menő, és kész, érted? Hogy neki már ilyen is van, ami neked sose volt, és nem is lesz már. Hú, de magány. Különleges esküvőkről beszélgettünk, ugye én is ott voltam a Bazilika előtti téren 2 héttel ezelőtt, vagy hát nem direkt voltam ott, csak arra sétáltunk a családdal, amikor észrevettük, hogy egy esküvő zajlik. Ez önmagában nem lenne ugye újdonság, de egy elefánt is ott volt, és ez fölkeltette az érdeklődésünket. És nem volt másnapos a Feri, mielőtt megírnátok. Tényleg ott volt persze, az elefánt. Persze, gyerek, lila elefántok berúgva, mi? Nézzétek meg, elefánt. De apa, hidd el, hogy ez csak egy tacsi. Egy tacsi, nem? Kiderítettük, hogy a Richter legenda közül a legifiabb József nevű házasodott meg. A cirkuszos, nem a gyógyszergyáros. Így is van, és utána jártunk a különleges esküvőknek, és hát ti is elkezdtetek mesélni, van bőven SMS. Nyáron voltam Tihanyban egy barátom esküvőjén. Fényűző volt, nagyon azt mesélik, én totára raktam magam, mert energiát itallal ittam a Dom Perignont. Van ízlésed? Azt a neki, Szatyi. Az SMS kicsit furcsán kezdődik, és 5 év múlva elválnak. Tehát így kezdődik. Fiamnak volt olyan, hogy mindenki levegő után kapkodott, egy egész nemzeti park, lovas bemutató, stb. Ő fizette, fölöslegesnek tartom.
egy felháborodott anyuka vagy apuka. Szerintem neked a lány választásával van a bajod. Nem, szerintem azért abban van egy pici ráció, hogy azt azért nem nagyon érted, amikor összeszednek nem tudom x összeget a rokonoktól, barátoktól, családtól, stb. Aztán az egész elmegy az esküvőre. Hát igen, jó esetben azt mondják, hogy az jön, annyit tudsz visszatáncolni, hogyha van ilyen mennyasszony tánc, meg az ajándékokból, vagy hogyha kapsz pénzt, amennyit belefektettél. Hát most, ha valaki ilyen nagyon parádéset csinál, akkor azt nehezebb. Ha még két kör tojába, Béla bátyába, még mínuszban vagyunk. Én Mad Max-es esküvőt akarok. Megoldható? Kérdezi egy hallgató. Tehát az ki? Ilyen összehegesztett páncélos verdák kellenek hozzá. Így van. Megküzdetek egymással a benyáért. A benyáért, és akinek jut, az viszi a mennyasszony. Nem rossz. Nudista esküvőt akartam volna, nem kell túl sokat költeni a ruha kölcsönzőbe, de amikor anyós is jönni akart, inkább elmaradt. Jaj. Jó reggelt, srácok, nekünk 2002-ben Scania nyerges vontató volt a mennyasszonyi autónk. Ott van egy kis rácsavarodás erre a dologra. Sziasztok, Uncsi még lagzia páratlan volt. Elvette magát a fekete özvegyet. Uncsi 62 kiló, a vatt pedig 130. Egy fejjel kisebb, mint a vőlegény. A lagzióta nem láttuk, Uncsim. Szerintem megette. Ez tényleg különleges. Cuki. A mi esküvőnkön is volt sok állat, ittak, mint a gödény, és ájtak, mint a kutya. Az utcánkban volt olyan esküvő, ahol helikopterből szórtak olyan fecniket, több ezer darabot, hogy éljen az ifjú pár. Fél év után elváltak, de a fecnikből még akkor is volt az utcában mindenhol. Tomi, az az igazi ronyrázás, amikor meg is sütik nyárson az elefánt. Nem csak a násznép használja, hanem vége is. A motoros esküvő 30-40 motoros húzza a gépet, amikor kijössz a templomból, az élmény megfizethetetlen. Szép művészeti, az veri a mezőnyt, jött egy ilyen SMS, ezt nem tudom, mire írtátok. Ja, igen, megvan, most már tudom, baj, bocs. Nem baj, mi ismivel nem foglalkozunk. Igen, engem az érdekelne, hogy egy cirkuszi esküvőn az asszony állatot, de rossz vagy. Hogy kimondja az igent. Jó, ezzel nem foglalkozunk. Köszönjük szépen mindannyiótoknak az SMS-eket meg a beszámolókat. Megmutatjuk, hogy a hármas ugrásra a beugró az micsoda. Ugye úgy szoktuk játszani ezt, hogy vagy két előadót, vagy két dalcímet meg kellene írni. Ha ez sikerül, akkor úgy lehet bekerülni a játékba. Ez a beugró a hármas ugráshoz. Na, még egyszer ezt mutassuk meg, legyél olyan kedves, Zsül. Figyelj, egyre nehezebb. Igen, tehát a második se segített, de nem, köszönjük. Én azt hittem, hogy két különböző volt. Nem, ugyanazt adtuk le még egyszer. Na, nagyon fontos, hogy az Európai Évfájok 2016 szavazás még jelenleg is tart. Ez az utolsó nap, mert hogy 2016. február 29-éig 24 óráig lehet közép-európai idő szerint leadni a szavazatot az évfájára, és hogyha a naptáratokra néztek, akkor láthatjátok, hogy pont 29-e van. Tehát itt az ideje annak, hogy esetleg még nem szavaztatok, akkor szavazatok Bátaszék legöregebb fájára, a Molyhos tölgyre, hogy rommá verjük a cseheket, a bulgárokat, a belgákat, az angolokat, az észteket, a franciákat, a németeket, tehát a skótokat, a pollandokat, milyen szofisztikált volt, a lengyeleket, az északíreket, az íraket, a szlovákokat, a spanyolokat, és nem utolsó sorban a velszieket. Szóval szavazzatok! Ma estig lehet, ma éjfélig lehet. Éjfél. Holnap nagyon remélem tényleg, hogy úgy ébredünk majd, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez igen, megcsináltuk. Igen. Tehát, hogy évfája lettünk. És hogy lesz de itt egy Bátaszéken lesz egy Morning Show Melszobor, vagy nem tudom, egy Morning Show köz, vagy egy... Hát egy kitelepülés kezdjük vagy ott. Egy Rákóczi Zsák utca, vagy nem tudom. Tehát valamit nevezzenek már el rólunk. Rákóczi Zsák utca. Kösz. Hát köszi szépen. Jó, úgyhogy ma éjfélig lehet szavazni. Tényleg csináljuk meg, és akkor a holnap. Jó, akkor legyen mondjuk a stílusosabb, legyen egy Rákóczi dűlő. Az sokkal szebb, érted? Vagy egy Rákóczi disznó olva, és sertéstelep. Az a szerencsé, hogy egyébként a második településen van valami elnevezve róla. Nem, elmondani, hogy minden magyar településen van legalább egy Rákóczi utca. Nem tudsz olyat mondani, ahol nincs. Tényleg. Gondolkozzál nyugodtan. A következő... Nem elájulok. De nem, de tényleg mindenütt van legalább ez. A következő órában nagyon komoly lehetőséget szeretnénk biztosítani a mi hallgató lányainknak, ugyanis, mint tudjátok, szökő év van, és van egy ír, egy ősi ír szokás, és hát mi imádjuk az ősi ír szokásokat. Én például azért nem is, mert szépen isznak. Ugye? Tehát ősi ír szokásokkal fekszünk és kelünk. Van egy ősi ír szokás, mely szerint szökő évben, tehát amikor van február
29-e, tudjuk, hogy nem ez a szökőnap, mielőtt megírod, de a van 29-e, a nőknek van joguk megkérni a pasijuk kezét. Mert ez ugye általában a pasinak a lehetősége, hogy ő mondja azt, hogy babám hozzám jössze feleségül. De az ír szokás szerint február 29-e az a nap, amikor egy nő mindenféle gond nélkül mondhatja azt a hapsiának, hogy gyere hozzám, drágám, férjül. És elvetetheti magát kvázi, illetve elveheti ő maga a pasit. Amit az év egyéb napján nyilván az írek sem szeretnek, tehát hogy nem nagyon vannak odáig az ötletére. Szerinted miért szükítették le erre a szökévre? Erre az egy napra, tehát 4 évenként van egy ilyen nap, úgyhogy lehet jelentkezni azon hölgyeknek, akik azt mondják, hogy ők most már marhára unják azt, hogy a hapsival együtt élnek x éve, és még mindig nem kérte meg a kezét. Ma lehetőségetek illik, és ezt a Morning Show-ban tehetitek meg. Tehát a következő órában fölhívjuk a hölgyet, fölhívjuk az urat, és a hölgy azt mondja, hogy te Laci, te Lajos, te nem tudom ki, itt az idő, most már pedig feleségül megyek hozzád, ha akarod, ha nem. Nagyon jó. Jó? Nagyon jó, hangzik inspirációnak, minden egyes jelentkezőnek adunk egy ajándékcsomagot, illetve hogyha betérnek ide 6-tól 10-ig, akkor főzök nekik nagyon szívesen egy latte kompromisszumot. Figyeljetek, ilyen ajándékoknak nem lehet ellenállni. Az SMS szám 0676450000, itt lehet jelentkezni a hírek után, pedig akkor női lány kérés a Morning Show, nem, női fiú kérés a Morning Show-ban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. 7 perccel múlt el 9 óra, Steven Tyler, Istenem, hogy vártuk ezt a dalt. Mert már a múlt hát héten bemutattuk. Valami. Igen, hogy végre valami. Új, rock, és ráadásul igényes is. A maga nevében. Pont a hétvégén kaptam el egy interjút vele, illetve van egy ilyen zenei műsor, ahol a 80-as évek legnagyobb dala. Pont a hétvégén kaptam el egy 40-es anyukát. Igény lett volna rá, hogy szoktuk volt mondani, de nem így alakult a dolog, áll a jó Istennek, tehát vele egy interjút, aki a Run DMC-s korszakról mesélt, és nagyon a Run DMC is, hogy ugye ez volt az első áttörés, és még a videóklipet is úgy csinálták meg, hogy a feketék és a fehérek közötti áttörés mutatja be, ahogy ugye ő áttöri a falat a nagy kalapáccsal, és akkor áthajon, és együtt muzsikálnak, és azt mondta, hogy amikor először felvetették nekik ezt, hogy legyen együttműködés, akkor az egész zenekar röhögött rajta, hiszen az Aerosmith ugye akkor már híres volt, és menő csapat, hát, a Run DMC-t meg igazad igen, van, igen, de éppen leszállóágban voltak, tehát hogy neki nagyon jól jött akkor ez a fúzió, mert gyakorlatilag egy új lendületet adott a pályafutásuknak. Így van, viszont a Run DMC meg akkor még sehol nem volt, és amikor nekik odaadták a lemezt, hogy ezt a dalt kéne a Walk This Way-t megcsinálni, akkor azt mondták a srácok a Run DMC-be, hogy ők kikérték maguknak, elküldték a producert a francba, hogy ők ezt ők nem fogják megcsinálni, és lám mekkora siker lett. Persze, hát az utána még azért számtalan más nagyon jó kis zenekar bemutatta, vagy bebizonyította azt, hogy nagyon jó kis fúziók tudnak összejönni ebből a rocknak, meg a rapnek a házasításából, hogyha mondjuk csak a Beastie Boys-ra gondolunk, vagy éppen az Anthrax-re. Sok ilyen született. Jaj, de jó kis zenék ezek. Drága fényképek készülnek, rendőrautó, Trafipax, a 82-es főúton Győrben a Balaton felé a körforgalom előtt, Üllői út a Sota előtt most állítják fel a háromlábút, ezt Detti küldte nekünk, és más nincs is. Bizonyám, illetve van még valami, még mielőtt megyünk, nagyon jó témával megyünk tovább, ugye, mert hogy ma egy olyan nap van, ez a 29-e, meg úgy általában a szökév az mindig olyan, hogy van egy nap, amikor a hölgyek megkérhetik a férfi a kezét, és van is már jelentkező, nagyon örülünk neki, de még mielőtt tovább megyünk, szeretném jelezni azt, hogy van egy olyan kis apró pici kis témánk, ami kapcsán ugye megint bebizonyosodhat azt, hogy a kivétel erősíti a szabályt, bár most viszonylag sok kivétel van, nem tudom, hogy erősíti a szabályt.
hogy minden magyarországi településen ugye van Rákóczi utca, ezt is nagyon jól tudjátok. Közdülő valami. Igen, egyelőre még iktatjuk a beérkező SMS-eket, nem tudtuk sajnos az egész mennyiséget feldolgozni, de mondanám azt a néhány kivételt, ami nyilván erősíti a szabályt. Feri, Nagybarcán nincs Rákóczi utca, Feri Alsó-Telkesen nincs Rákóczi utca, Ecséden nincs Rákóczi utca, köszönjük szépen. Biztos, Gamáson nincs Rákóczi utca, tiszteletel Csaba, köszönöm szépen. Sóstóhegyen nincs Rákóczi utca, öcsém néz utána, ezért az SMS-t kérem belilázni, Csumi a naphallgatója. Vámos Szabadén nincs Rákóczi utca, sziasztok, nálunk Sárpentelén nincs Rákóczi utca, Vindortfokon sincsen Rákóczi utca, Balatonszentgyörgyön sincsen hát semmi, ami Rákóczi, Dunakilitin nincs Rákóczi utca, írja nekünk Patrik, és azt mondja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyület településen sincs Rákóczi utca. Keresse, a Google-ba keres, Laci, egyelőre ennyi, de van még egy kis időnk, 10 Jó? Biztos vagyok benne, hogy van viszonylag ilyen sok a kivétel. Egyébként én azt gondolom, hogy tényleg iszom minden szabad, és így többé-kevésbé el is iszom. Vagy ott vagyok mindenütt. Persze, nyilván persze, nem persze. Én. Na jó. Rohadék vagy. Ti tényleg is azonnal szembe köptök, hallgatok, és te meg persze, azonnal persze. Hátba támadsz. Így van, így, ahogy mondod. Hát figyelj. Na jó, van, menjünk tovább az ír szokással. Szökő évben február 29-én a nőknek van joguk megkérni a párjuk kezét, mondja az ír, az ősi ír szokás. Még egyszer hangsúlyozom, hogy azért senki ne ragadjon telefont, hogy megírja, hogy nem 29-e a szökőnap, mert mi is tudjuk, hogy 24-e. Nem ír, hanem skót, hagyjuk ezeket, igen, ne veszünk el a részletekbe. Tehát a lényeg az, hogy van egy olyan nap az évben, egy országban, ahol lehet a nőknek megkérni hivatalosan is, illetve nem egy évben, hanem 4 évente egyszer, hivatalosan is a férfi kezét. Én azon kezdtem el töprengeni, hogy jó-e az, hogy fölrúgjuk ezt a csodálatos hagyományt, hogy csak a férfi lép. Hát nézd, ezügyben. Most a két dolgot szeretnék hozzáfűzni, az egyik az, hogy Csatkán sincs Rákóczi utca, a másik pedig az, hogy Csatkaiak, hát írjátok meg, hogy de van! Igen. Hogy szerintem ez egy jó dolog. Ez olyan, mint a férfinap. Én a férfinapnak is örülnék, hogyha mondjuk akkora nimbuszon lenne, vagy fele akkora, mint mondjuk a nőnapnak. De ez is szerintem ez egy tök jó kezdeményezés. De ez más azért, hogy most ott ünnepeljük-e az apukákat, mert van anyák napja, ünnepeljük-e a férjeket, mert figyelj, a nőket. Csomó olyan tutyi-mutyi, bátortalan, félszeg férfi van, aki ki tudja, hogy milyen okból kifolyólag nem veszi észre azokat a ráutaló jeleket, amik mondjuk már adott esetben nem, hogy hónapok, hanem évek óta sugároznak feléje, vagy feléjük. A leendőbelitől. Érted? Hogy vegyél már el. Hogy igen, hogy légy, vegyél már, vedd már a lapod, jó, basszus, de majd én mondom, 20 éve együtt akarom, élünk. Érted? De majd én mondom, ha akarom. Tehát, hogy ne ő ez mondja. Ez egy tipikusan olyan férfi soviniszta hozzá. Ez igaz, így, ahogy mondod. Hát ugye? Náluk is ezért nincs még esküvő. Itt van az első jelentkezőnk, Niki, jó reggelt. Sziasztunk, jó Szia, Niki. Hello. Na, osztod a véleményünket abban, hogy ez egyfajta tudjimutyiság? Hát igen, meg szerintem inkább ilyen berögződ valami, hogy valaki, nem is tudom, mint hogyha be lenne ez ellen oltva, vagy nem tudom. De úgy érzed, hogy a te párod például ilyen, hogy hát, fél valamitől? Hát lehet, hogy valami így van egy valami elképzelés erről az egészről, és ez szerintem valami berögződ, és szerintem az nem jó. Vagy igazából Isten tudja, mitől fél, nem tudom. Uh-huh. Beszélgettetek ti a pároddal már erről, hogy miért nem? Vagy hát, szóba se került? Nem, hát nagyjából beszélgetünk, vagy utalás volt rá, de nem tud indokot mondani. Hmm. És ilyenkor mindig akad valami sürgős dolga? Hát inkább nem kommunikál ez ügyben. De teljes lezárás. Egy hello, itt vagy még, hello, kérdeztem valamit, mikor veszel már el? Igen, vagy nem tudom, hogy a környezetében lévő, tudom én, valaki esetleg elvált, vagy rossz a viszony, és akkor ezt úgy lehet, hogy indokként úgy magáénak érzi, de igen. Igazából nyomós indokot én még nem véltem így hallani tőle. És egyébként minden rendben van köztetek amúgy. Igen. Tehát megerősített, hogy szeret téged. Igen, én azt érzem, igen, hogy jól meg vagyunk, és ez így is van már több mint 6,5 éve, aha. Úgyhogy... Aha, tehát 6,5 éve együtt vagytok, együtt is éltek, nincs semmi probléma. Jó. Szeretnéd, hogyha betetőzni, megkoronázna a kapcsolatokat azzal, hogy megkéri a kezedet? Hát igen, bár én ilyen konzervatív gondolkodásmód vagyok, de most már ezt is vélem letenni inkább emiatt, mert már én már ennél jobbat már nem tudok kitalálni, tehát hogy mondogatni mondogatom, de most aha. Ilyen lehet, hogy félig viccesen is tűnik, és
szerintem ő is így elbagatelizálja, és akkor ez a, hát nem tudom, inkább ugye elsúnyogja, vagy hogy mondjam. Nem tartasz-e attól, hogy most megint azt fogja mondani, hogy nem, és mit tudom én, még akár komolyabb folyamánya is lehet? Hát nem tudom, igazából talán ettől annyira nem, maximum inkább poénnak veszi, és ugyanúgy nem foglalkozik vele, nem tudom igazából, hogy mi lenne a reakciója, szerintem szóhoz se jut. Van-e esetleg a családon belül, vagy neki van esetleg a tulajdonában nagyértékű gépjármű, permetező készülék, pálinka főző berendezés, aminek nem szeretné megosztani a tulajdonjogát veled? Hát figyelj, arra is hajlandó vagyok, hogy írunk szerződést. Szerintem nem ez a baja egyébként. Lehet, hogy csak ezt akarta hallani, Eddi. Lehet, de szerintem nem ez a baj. Jó, figyeljetek, hát kipróbáljuk. Ugyan, mit veszíthetünk? Hát semmit. Hát mi semmit. Hívjuk a párodat, Gábort, aki jó. Ugye nem tudja, hogy mi telefonálunk. Nem szokta tudja. Hallgatni a rádiót? Hát időnként igen, bár ilyenkor most sokan hívhatják, tehát nem feltétlen hallgat. Aha. Most építi ki az akkumulátort a telefonjából. Halló? Várjál, még nem csörög. Aha. Gábor, haló? Aha, na most. Ez nem ma most hallgatta, fölismert, soha nem veszi föl nekünk. Hm. Ott fut a gyáv. Menekül. Lehet, hogy valamelyik haverod jelzett neki, vagy barátod. Hát vagy, igen. Számkijelzőcs, vagy ez nem számkijelzőcs? Lehet, hogy ismeretlen számot ír ki. És azért nem akarja felvenni. Aha. Van valami nagyobb összegű tartozás a bank felé? Nem. Ah, nem már. Na, szakítsuk meg, és próbáljuk meg a másik telefonról, mert ugye nagyon sokan, ő olyan, aki nem veszi föl, ha... Hát, ha nem jelzi ki, bár munkaideje van, tehát elvileg föl kéne, de sokszor nem veszi föl egyébként. Aha. Ha nem jelzi ki. Aj, de sajnálnám, hogy fut a gyáva. Már menekül. Jó, megpróbáljuk a másik telefonunkról is, a Gábor. Jó. Mert ennyire menők vagyunk, hogy több telefonvonalunk is van, ezzel azt akartam csak. Az kijelzi, ugye? Na, nézzük. Dobd át Anna ide, aztán hadd csörögjön, hogyha kicsörgött. Mi a munkája egyébként? Háztartási gépszerelő. Micsoda? Háztartási? Gépszerelő. Háztartási gépszerelő. Akkor lehet, hogy benne van egy mosógépben. Nem. Jaj, ne akadjunk már el. Jó lenne. Azt írja Anna, hogy oda alagzi. De nem veszi fel, oda alagzi. Lehet, hogy megismerte a hangod. Ez biztos, hogy lehet. Aha. És ezért nem veszi. Na, mit fogsz kapni? Nem tudom. Jó, mindegy, Niki, akkor ezt nem húzzuk mi most tovább. Mi mindent megtettünk. Van még jelentkezőnk, majd lehet, hogy visszatérünk. Megyünk hozzád, tovább. Jó? Jó, köszönjük. Szia, nagyon szívesen. Szia. De azért este meséld el neki egyébként, hogy megpróbáltad ezt adásba, hát ha kiderül a dolog. Zita a következő, aki hívott bennünket, és akkor őt kéne most Anna visszahívni, aztán meg a párját megpróbáljuk. Ne legyünk már ilyen szerencsétlenek, hogy senkit nem tudunk összekötni. Olyan jó lenne. Zita, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello. Jó reggelt! Na, mióta vagytok együtt? Hát most ezt június 6-án 5 éve. Istenem, látod, megvan a dátum is, június 6-a egészen pontosan, és 5 év. Volt-e már kísérlet erre, hogy elvetesd magad feleségül a pároddal? Igen, volt, én már többször mondtam neki. De jó. És mi volt a lerázós duma, mit mondott? Hát az az igazság, hogy ő azért fiatalabb, mint én, tehát ezt tegyük hozzá. Köztünk van 9 év. Az igen. Úgyhogy igazából szerintem ez lesz az oka. Ő mennyi idős? Mondja, jól van, majd megbeszéljük. Ő 24. Aha, 24. Igen. Lehet, hogy 24 évesen még nem akar lehorgonyozni? Elképzelhető. Nem tudom. Egyébként nagyon rendes, meg nagyon aranyos, meg szeretjük egymást, meg minden, úgyhogy... Aha, tehát nincs semmi olyasmi, ami miatt nemet kéne mondjon. Nincs. Jó, akkor megpróbáljuk a te párodat fölhívni. Jó, remélem, hogy fölveszi a telefont. És akkor Marcell következik. Most neki mi a melója, mi a szakmája?
Hát ő most az apukájával van, az erdőn dolgozik. De hivatalosan vagy nem tudnak róla az erdőben, hogy igen, fa kitermelés van. Facsemetéket törnek ketté. Nem, biztos. És viszik el zsáll. Nem. Jó. Nem ilyen. Na. Elméletileg már csörögjük. Reméljük, van a rengetegben térerő. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Aha. Csak letesz a fő részt. Kiugrik a szívem mindjárt. Hú, de izgulok. Nem hallja a motorfűrésztől. Mit mondasz, Lajos? A felétől? Nem, felét dől. Jaj, hát remélem felveszik. Gyerekek. Ezt nem hiszem el. Ezt én sem. Férfiak, marcellet nem, nem hallgatnak minket, és mindegyik. Most nem, ő nem tud nem hallgatni merem. Titeket, nem? Sajnos. Nem. Miért süket vagy? Nem, hangos a stíl. Ja, igen. Hangos a traktor. Tényleg már? Na jó. Nem lehet, gyerekek, ilyen rohadt írhagyományok, hát fúj. Na, mennünk kell tovább. Zita. Zita, mi mindent megtettünk. Holnap írjál SMS-t, hogy este, amikor megkérted a kezét, akkor... Jó, mit tudod? Azzal megy, hogy haza. Ugye nem ti hívtatok. Megőrül. De igen, tudjátok, hallgatók, ez az van, hogy ezt nyilván nem lehet leszervezni. Tehát persze. Ugye, hogy ez nem olyan, mint amit egy interjú, hogy odaszólsz már tegnap, mondjuk Marcellnek, hogy Marcell, holnap fogunk hívni, tehát ez tényleg a meglepetés erejével van. Úgyhogy ebben a pakliban benne volt ez, hogy nem veszik fel az urak a telefon. De hát izgunk. Jó, Zita, akkor este próbáld meg. Jó, jöjjön az SMS. Jó, puszi. Sziasztok. Szia. Basszus, hogy nem jön össze. Jó, van még egy Ritánk, megpróbáljuk őt. Jó, a Ritát és a párját. Hát három volt, csak egy. Ha nem sikerül, akkor az összes ír ismerősömet törlöm a Facebookon. Mondjuk egy sincs, de még lehetne. Jó, akkor nem fogadok íreket. Halló, Rita, jó reggelt! Sziasztok! Na, sziasztok. Rita, te vagy az utolsó reménységünk, az kettő nem jött össze, reméljük, hogy nálad össze fog jönni. Ti mióta vagytok együtt a pároddal? Mi 8 éve, február 9-én volt a 8. évfordulónk, és már másfél éve élünk együtt, úgyhogy úgy gondolom, hogy bőven eljött az időnk. Felvetetted már neki, hogy mi lenne? Fel. Igen, célozgattam rá, sőt volt, hogy nyíltan kimondtam, sőt, nekem már időpontom is lenne, ezt is mondtam neki. Hát aranyosan mosolyog ezekre a felvetéseimre. Úgy érzem egyébként, hogy talán arra vár, hogy én ne számítsak rá, tehát most abban a fázisban vagyok, hogy úgy teszek, mintha nem annyira akarnám, vagy mintha nem ez lenne az egyik legfontosabb kérdéskör az életünk ebben a szakaszában, aztán hátha. Csak ne, hogy aztán az legyen belőle, hogy erre hivatkozik majd. Ha úgy tűnt, mint hogy nem annyira akarnál, mint hogyha az életed ebben a fázisában nem ez lenne a legfontosabb kérdés. Nem gondolom, hogy ez lesz. Egyébként nagyon hagyományos nézeteket vall, úgyhogy biztos, hogy nagyon furcsán fog reagálni, illetve biztos, hogy meg fog lepődni ezen a dolgon. Alapvetően azon is, hogy ti majd beleszóltok a telefonba, nemhogy azon, hogy milyen kéréssel fogok, illetve kérdéssel. Jó. Egyelőre figyelj, én az elmúlt percek alapján azért szurkolok, hogy vegye föl. Igen. Jó? Igen. Írtam neki egy üzenetet egyébként, hogy ismeretlen számról fogom keresni, vegye fel mindenképpen, úgyhogy bízom benne, hogy nem járok úgy, mint az előző lányok. Aha, meglátjuk. Jó, mindjárt meglátjuk. Anna már tárcsáz. Köszönöm. Sziasztok, mi 22 éve vagyunk együtt, de most lehalkítottam a rádiót, nehogy megkérjen. Egy SMS Attitól. Nagyon jó vagy. Na. Pisti a párod, ugye? Így van. Na, háromból egy csak összejön. Legyen igazad. Haló. Haló, jó reggelt! Itt Vadon János és Rákóczi Ferenc a Morning Showból. Pistit keressük. Igen, én vagyok. Szevasz, Pisti. Ne ijedj meg, nyugalom. Tehát semmi baj nincs. Amíg mi beszélünk, addig nincs baj. Mert itt van velünk Rita. Szia, szívem. Szia. Ja. Tényleg szépen, az a helyzet, hogy ma ugye február 29-e van, nem ez a szökőnap, de ez a plusz nap, ami 4 évente belejön a naptárba, és van egy gyönyörű írhagyomány. Majd ezt eldöntött később, hogy gyönyörű-e. És mi ennek az írhagyománynak szeretnénk teret engedni, úgyhogy átadjuk a szót Ritának.
Na, szia szívem még egyszer. Szia. Szóval ez az ősi írtokás, ez, ennek az a lényege, hogy szökő évben, február 29-én a nők kezükbe vehetik az irányítást, és megkérhetik a párjuk kezét. És emiatt vagyunk most itt, a Morning Show közbejárásával szeretnélek megkérdezni, hogy leszel a férjem. Hát, nem is tudom. Természetesen. Tasson nekik, Zsül! Pisti, figyelj! Óriás, egy kicsit bepánikoltál. Igen. Azt éreztem, hogy egy picit megakad benned a szó lehelet, megszegik, ugye, ahogy szoktuk volt mondani, de aztán végül kijött az igen. Ez szép volt. Ez jó, ez jó. Én is szeretek. Pistik, én úgy hallom, hogy még nem nagyon tértél magadhoz a fiú kérésből. Hát ez az igen részedről, ugye? Hát nem nagyon. Figyelj, nem számítottam. Beszéljünk őszintén, mint férfi a férfival. Miért nem kérted meg eddig Rita kezét ennyi év után? Hát nem is tudom. Nem tudok rá, hogy mondanak. Mit mondanak ott a háttérben? Menekültél, vagy mit? Nem tudom. Jó, eddig nem sikerült, de most akkor úgy történik, hogy úgy tűnik, hogy Rita kezébe vette az irányítást, és akkor megvan a dolog. Figyeljetek, a részleteket azt ti fogjátok megbeszélni, tehát, hogy milyen esküvő, mekkora, kifizeti vállóperes ügyét későbbében, meg ilyenek, jó? Igen, ez a segítség szerződik. Rendben, meg jó, vagyunk, van. Nagyon szépen köszönjük. Tőlünk megkaptuk egy nagyon szép dedikált ajándékcsomagot. Köszönjük szépen. Előre állsz ajándék. Sok boldogságot, Pistikém. Szevasztok. Sziasztok. Na, a lúzer. Szép volt, Rita. Azt mondják, sziasztok, válást is vállaltok? Igen. Illetve Zita telefonszámát többen kérik, hogy majd ők feleségül veszik a hangja alapján, tehát hogyha nagy baj lenne. Na, jó van, akkor egyet mégiscsak sikerült elintézni, tehát Rita megkérte Pisti kezét. Örök boldogság, nagy szerelem és egyebek. Vagy az élőadás vonása is megvolt. Na, hármas ugrást játszunk valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Maja, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia, van férjed? Maja. Férjed? Vőlegényem. Jó. Hány éve? Kettő. Két éve altat azzal, hogy el fog venni feleségül? Hát azzal még csak egy fél éve, de alakul. Na, tudsz mondani nekem zenét? Mi alapján kerültél játékba? Dérheni, meg fú, ezt is már most nem tudom. Jó, mindegy, Dérheni, uh-huh. Benne volt, így van. Majd utána nézzük, hogy az SMS alapján, és ha nem küldted el, akkor... Irgumburgum. Én emelkedtem. A játékszabályokat ismered, Maja, ugye az idő az véges, igen. Tehát érdemes, hogyha nem is tudod, akkor valamivel bepróbálkozni, hát ha betalál, hát ha sikerül a dolog. Az első kérdés következik, milyen ajándékért? Dedikált pasztartóért, illetve nem, mert azt nem tudjuk dedikálni, mert fekete is, csak fekete filcünk van, tehát nem látnád rajta. A kérdés pedig a következő. Melyik ország élvonalbeli labdarúgó bajnokságában játszik jelenleg Dzsudzsák Balázs? Jó. Remélem nem görögöt mondtam, mert nem hallom. Nem görögöt. Ja, a következő kérdés egy dedikált baseball sapkáért. Hogy nevezik azt a fémből készült hangszert, amit a fogainkhoz szorítva pengetéssel és fúvással szólaltatunk meg? Nagyon vicces, fura hangja van. Én próbáltam régebben is egy olyan 3-4 gram fogzománcot lehozott a fogadra. Igen, ha rosszul fogod, akkor viszi. Tattángáz. Szóval, hogy nevezik? Egy kis pöcök van, amit így a száj mellett kell. Fényből készült fogainkhoz szorítjuk, pengetjük, vagy fújjuk is. Na, nem áll. Nem áll, mérges leszel magadra, ez a doromb. Nagyon jó, nem tudtam volna. Nem tudtad volna? Nem. De így se tudod, hogy melyikről van szó, így? Tényleg nem láttál még dorombot? Hát még nem, de bepótolom most már. Hát nézd meg, legalább a neten. Vicces, csak ne próbáld ki. Jó, oké. Maja, sajnálom, most még nincs ugye Boom szoftver sem, mert nem jutott el a harmadik kérdésig. Jó, ja, oké, köszönöm, talán majd legközelebb. Jól van, hát akkor sok sikert neked. Szia, szép napon. De sajnálom. Köszönöm. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban.
Készülj a következő megmérettetésre. Még néhány SMS az előző lánykérős témához. Gyerekek, miért kell ezzel minket nyomasztani? A nő, akit nem kérnek meg, annak oka van. Ezt könyveljük már el. Én se venném fel. Óriási, hogy sziasztok, Zoli vagyok. Kétszer nősültem, kétszer váltam. Nekem senki nem mondja, hogy erre szükség van. Kicsi keserűség. Azt mondja, hogy ne adjátok fel, most komolyan ti felvennétek, fiúk. Azt a sok puha fasz... bocsánat, pasit, na így, szerencsétlen pasik, megoszlanak a vélemények, de aki viszont ugye fölvette a telefont, Pisti, ő már egy új világba lépett be, nagyon sok boldogságot kívánok. Pontosan 9:30 van, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival, utána pedig kapcsoljuk Abaházi Csabát, aki pár napon keresztül ugye nincs a stúdióban, egész héten, jövő héten jön majd vissza, és egy nagyon-nagyon szép és jó játékot lehet vele játszani, úgyhogy erről is beszámolunk majd. A Klassz FM-en. 8 perccel múlt el 9:30, jó reggelt, sziasztok! Nagyon sokan kérdezitek, hogy... A Magyarország többi településén van-e Rákóczi utca? Nem. Sajnos Nagy Csepelyen sincsen, Kemenesfalván, Jéke településen nincs Rákóczi utca, és szerintem nem is lesz, írja Kovács József polgármester. Köszönjük szépen Kovács úrnak. Kerekiben sincsen egyébként, Ölbön sincsen, Kacorlakon sincsen. Hát ez van, Feri. Aha, értem. Hát ők vagy még nem tudják, tudod, hogy van. Hogy náluk, mi a jó. Igen, vagy hogy mi a jó. Vagy ők az a kis... Eladták a lelküket egy Adi Andréért, egy József Attiláért. Ugye? Oda dobták magukat. Vagy ami még kellemetlenebb, ha ilyenek vannak, hogy fő utca. Meg hosszú. Azok ilyen alibi nevek. Ha nincs egy Rákócitok, akkor semmitek nincs. Köszönjük szépen a sok jelentkezést, a mószerolást. Na, nagyon sokan kérdezitek, hogy nem beszélünk-e az Oscarról, de természetesen beszélünk, meg már beszéltünk is ma, többször is, ugye a Saul fia Oscar díjat kapott. 37 év után 37-et kellett ugye várni, és akkor megvan a második. Igen, ez a harmadik Oscarunk. Hogy a harmadik, ugye, mert a rajzfilm a Légy is. Így van, a Légy és a Mephisto után, és ez lett így a harmadik. Reggel beszéltünk róla, már egyébként már a beköszönben, és természetesen aztán hívtuk az egyik szakértőnket, és vele is beszéltünk egy hosszabbat, és hát ugye próbáljuk az alkotókat elérni gyakorlatilag már reggel 6 óra óta, de hát nem csoda, hogy nem sikerül őket elérni. Szerintem egyébként senkinek nem sikerült őket elérni az elmúlt órákban, valószínűleg ők annyira most ennek az élménynek a hatása alatt vannak, hogy kisebb gondjuk is nagyobb idézőjelbe, vagy nem, inkább úgy mondanám, hogy ez a hatalmas öröm gyakorlatilag mindenre rátelepedik, tehát valószínűleg nincsen nekik idők arra, hogy felvegyék a telefont, és teljesen vagy lehet, hogy nem is akarnak most beszélni, és át akarják élni az élményt, lehet, hogy ha én valaha Oscar-díjas lennék, nem fenyeget a veszély, de akkor lehet, hogy én azt csinálom, hogy ott állsz, át akarod élni az élményt, és majd utána nyilatkozol, majd utána beszélsz telefonon. Itt egyébként egy kicsit keresgéltem a neten, és Rőrik Gézáról az érdeklődőknek van egy ilyen Facebook oldal, és ott találtam két képet is, az egyiken áll az Oscarral, a másikkal pedig Sylvester Stallone-val áll együtt. Az igen. Az azért elég komoly. Egy képen vannak ők ketten, és így mosolyog a Géza, a film főszereplője. Úgyhogy mondom, próbáltuk őket utolérni, ez egyelőre nem sikerült, ha 10-ig sikerül, akkor még majd kapcsoljuk őket adásba. Mondjuk én a Sofia Vergarával készítettem volna valószínűleg egy felvételt, vagy akár többet is, akitől egyébként a díjat átvették, hogyha valaki esetleg kíváncsi erre a nagyon tehetséges a kolumbiai színésznőre, az keresen rá az interneten mindenképpen. Azt javaslom, hogy úgy írjátok be, hogy Vergara Sofia Nude Pics. Nagyon szép képeket találta Jani. Na, amíg keresgéltek a neten a képek között, addig megmutatjuk, hogy miről beszéltünk ma reggel. Egyrészt sportág választás gyerekkorban, hogy az apukák és anyukák nagyon sokat gondolkoznak, hogy jól döntöttél-e te a gyerek helyében, hogy milyen sportot csináljon. Ő lesz-e belőle igazán sikeres sportember, mit kap a sporttól? Hát most van olyan lehetőség már a tudomány és a technikai vívmányai között kutatva, amik megmondják azt, hogy mire lesz alkalmas a gyerek. Ez egy nagyon-nagyon jó és fontos dolog. Aztán pedig elmeséltem ugye azt az élményemet, hogy a budapesti Szent István Bazilika előtt elefántot láttam, és úgy, hogy gyerekkel voltam, és vezettem, tehát nem ittasként. Ez egy nagyon fontos dolog. Vajon mit keresett ott az elefánt, és ki volt? Erről beszélgettünk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
10 perc múlva lesz 10 óra, ilyenkor már itt szokott ülni velünk Abaházi Csaba. De most nem. Hát, igen, te ezt jól vetted észre. Ennek több oka is van, már az, hogy észrevettük. Egyrészt az, hogy na, jó, elmondtam, vagyok. Másrészt itt ül velünk sólyomszem régi indián hagyományokra alapulva, szemmel vette észre, hogy nincs itt a Csabi. Viszont akkor hol van? Szia Csabi, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, hát hol lennék? Nyíregyházán. Nem tudtuk, szépen. Hogy Nyíregyháza van, azt mondtad, hogy nem leszel, meg végigsoroltad a városokat pénteken. Azt így tudtuk, van. Hogy nem vagy, de azt, hogy pontosan hol kezdesz, arra én már nem emlékeztem. Nyíregyházán vagyok, mégpedig egészen pontosan a Korányi Frigyes úton van itt egy Interspár, és itt várom a klassz hallgatókat. Délután 3-ig folyamatosan látogathatnak és kérhetnek dalokat. Én mindenkinek adok ajándékot, aki meglátogat engem. Ráadásul óránként még egy 25 000 forint értékű vásárlási utalványt is. De csak azoknak, de nem csak akik odaadom ezt. Ezt akartam kérdezni, igen? Tehát nem csak azok vehetnek részt ebben a játékban, nyeremény játékban, akik itt Nyíregyházán élnek, vagy gyorsan ide látogatnak, hanem akár a soproniak is, hogy bárhol, bárki az országban hallgatja a Klassz FM-et, elküldi SMS-ben azt, hogy 25 év, és benne van a játékban. Mindig egy helyszíni és egy úgynevezett on-air játékos fog összecsapni a játékunkban. Meg kell tippelni egy virtuális kosárnak a tartalmát, illetőleg a tartalmának az árát, és aki közelebb tippel, az megnyeri ezt a 25 000 forint értékű vásárlási utalmát. Nagyon jó kis játék lesz, nem túl bonyolult, nem túl könnyű, de azért szerintem, aki figyel, aki ott van, aki szokott vásárolni, az tudni fogja. Aha. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, van vígazdíjunk is. Sabi, elmondod, ja, persze, hogy mi van, persze, akkor van benne egy kiló liszt, két liter öblítő, egy akármicsoda, és akkor egy kiló alma, erre kell mondanom, hogy ez szerintem 1002. De ráadásul nem is én fogom elmondani, hanem az Ördög Nóri, képzeljétek el. Szája, tényleg, hát, sajnos személyesen Nóri. Nem állít mellettem, de hangban. Hangban itt de odaállítottak egy papíratrapot. Még az sem. De a hangját azt elhoztuk, elmondja mindig, hogy mi van a kosárban, 4-5 dolgot fogunk belepakolni, és aztán aki mondom közelebb tippel, az nyerhet. Ja, hát háziasszony. Igen. Háziasszony a cégcsoportnak. Jól van, Csabi, akkor... De még egy dolgot mindenképpen szeretnék mondani. Én is szeretnék csatlakozni az ország boldog részéhez, hogy felrakott minket a Saul fia és az egész stábja a mozizás térképére újra a világban, úgyhogy nagyon büszke vagyok magunkra, és köszönöm szépen az élményt. Nagyon szívesen, Csabi, tényleg. A nevükben természetesen, illetve a beszélünk velük mindenképpen átadjuk, igen. Hogy te is köszönöd nekik. Igen. Mert ők ugyanezt mondanák. Tehát tudom, én biztos igen. Vagyok benne, és hogyha ott lennének, biztos, hogy küldenének egy dalt. És adnék is nekik. Ráadásul minden szeretném mindenkinek üzenni, aki még nem látta, hogy nézze meg. Hát ez egy olyan alkotás, amire mindenkinek büszkének kell lenni, aki magyar. Hát és ennyi. Szerintem egy film esetében egyébként ez jogos is. Így van. Na, fölhívjuk a naphallgatóját, utána maradj még velünk, mert nyilván ajánlasz valami bitangjó muzsikát nekünk, de előbb nézzük. Hogyha például ez egy nagyon jó sikert rádiójáték lenne, akkor például mondhatnád azt, hogy hallgassák meg az emberek. Morning show. Így kell csinálni, csumikám. Így kell csinálni, csumi. Vagy nem tudom, ez a köszönés a csumi, vagy ez a neved? Nem, ez csak egy köszönés. Ez csak egy köszönés, jó. És akkor hogy hívnak? Mi a keresztneved? László. Sóstóhegyen nincs Rákóczi út, öcsém. Nézz utána. Aztán ennyi. Azért ezt az SMS-t kérem belilázni. Hát figyelj, akkor beliláztuk. Én magam elhatárolódom ettől az SMS-től, tehát én nem adtam volna ezért naphallgatója díjat, de nem én döntöttem. Tehát az Anna befúrt téged. Igen, Feri, hogyha valaki esetleg nem hallotta volna, jelezte finoman, hogy gyakorlatilag az ország összes településén van valamilyen Rákóczi utca, köztér, stb. Valamilyen közterület. Aztán egymásra jöttek a kivételt erősítő szabályként az SMS-ek, amik jelezték, hogy hát nem minden településen van ez így. Hát, jó, nem néztük. De biztos, hogy van. Költő, író, történelmi személy, nincs senki. De akkor milyen utcanevek vannak? Na? De nincs egy Aditok, egy József Attila, egy Petőfi? Nem olyan. Egy Deák, egy Kossuth, nincs. Egy Rákóczi? Nincs. Nézd meg, kérdében, kis, nagy, fő. Nincs. Mit nem tudom. Aranyt, János, nincs semmi. Semmi, még egy arany. Se egy arany, se Kossuth, semmi. Aha. Jó. Na mindegy, a lényeg az, hogy te megkapod viszont az ajándékcsomagot, ugye te vagy a nap hallgatója, nem tudom, hogy van-e egyéb ajándékunk, ha van, az a reklámblokkból kiderül, azt is hallgass meg, és gratulálunk. Rendben, köszönöm szépen. Szia,
szép napot, köszi. Hello, hello. Csabi, mondj valami nagyon-nagyon bitang zenét, amire ezt a szomorú hétfőt át lehet vészelni, vagy amivel. Nincs olyan, hogy szomorú hét. Nektek tehet, hogy szomorú, nekünk nem, teljesen vidám a stábbal. Ráadásul pont azért, amit mondtam, hogy ugye óránként lehet 25 ezer forint értékű vásárlási utalmát nyerni, szerintem ez a boldogság része, és képzeljétek el, hogy pont egy Bódottá című vadiúj friss vaslágere van a Honey Beastnek, úgyhogy ezt most szeretném nektek megmutatni. És tényleg így van, hogy Bódottá? Bódottá. Bódottá. Így írták meg a szövegírók, és így is énekli el. Bódottá. Gyönyörű dal. Aha. Nagyon jó. A Honey Beastre ugye azért jellemző, hogy a szöveget nagyon-nagyon kell figyelni, mert hogy abban nagyon erősek. Zeneileg is, de azért a szöveg ott nagyon, nagyon nagy súlya van. Úgyhogy ajánlom mindenkinek figyelni. Jó, köszönjük szépen. Ja. Lehet kérni a többi nótát is, és akkor Nyíregyházán keressétek a Csabit, meg figyeljétek az adást. 25 év, 25 ezer forint minden órában. És akkor egész héten ott vagy. Nem, de nem így egy házán van. Nem, holnap mindig... majd Egerbe megyek, és aztán majd mindig mondom, jó? Tehát úton vagyok, turnén vagyok. Jó, van, majd hozzál majd valamit, mit tudom én, valami jó kis Enrique Iglesiast, és valamilyen jó spanis szöveggel. Na, szevasz, Csabi, vigyázz magad, holnap beszélünk. Ezt megpróbálom értelmezni, jó? Nem lesz könnyű, mert ez már talán... Igen, most páran, akik már ott vannak, biztos segítenek rajta. Jó? Szevasz. Köszönjük szépen, ne vigyázz benne. Hello, 4 perc múlva lesz 10 óra, mi Janival holnap reggel 6-kor jövünk, és illusztris, nagyon komoly vendégünk lesz. Így van, Dombovári Pistával fogunk kiegészülni. Már megszokhattátok, ilyenkor ő mindig jön, úgyhogy várjuk szeretettel, holnap találkozunk, szevasztok. Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim!